Daytime better come correct.
Üdvözlök benneteket! Sziasztok, srácok, lányok! Farming szimulátorozni fogunk, ez a családi biznisz, és itt van velem Shaw, aki a játékban VR Family-ként lépett most be, és itt van velem Lenovo, aki egyébként Ádám. Sziasztok. Én bunkó karasz vagyok, és nem köszöntöm. Aki nem érte, hogy miért Lenovo, mert átírta a nevét, de hát legyen. Ne foglalkozzunk a szemem. Még annyit csinálok, mielőtt itt mindjárt elkezdjük. Nyugi van, nyugi van. De ronda a karakterem. Úristen. Előbb még tetszettél magadnak? Nincsenek normális női arcok. Jó, de a nem. A jó. De hallod? Nem látom. Nem állszál már a fejemre. Na, szóval, nem is tudom, melyik ez a map, ez az egyik alapmap, a második, nem az első. Én nem tudom kimondani a nevét, úgyhogy ezt nézzétek el, nekem ő az. Gyerünk vásárolni. Mindenki tud vásárolni azt, hogy azt hozzá kell tennem. Akcióban van egy klassz traktor, ezt max 205 lóerőig tudjuk felhúzni. Most ez csak azért, hogy nézzük meg, hogy mi az. A játék, hozzá kell tennem, hogy be van kapcsolva a meszelés, az időszakos szántás, a gyom, egyedül egy dologban kivéve a kő. A kövezés. Tehát nem fog újra köves lenni a terület, viszont egyszer akkor is meg kell csinálnunk, ami azt jelenti, hogy sajnálatos módon muszáj lesz vennünk egy kőszedőt, és akkor legalább egy darab kőszedőt mindenféleképpen venni kell. Majd. Nem is feltétlenül fontos most. Tehát igazándiból jelen pillanatban elég lenne nekünk, hogyha nagyon szűkben gondolkozunk, akkor egyenlőre elég nekünk a... Tehát kéne egy betakarító, egy kombány. Hozzá nyilván az arató szerkezet. Kéne egy... vetőgép, vagy egy eke, nem tudom, hogy milyen, hát az mondjuk 85 ezer csak a nagy ekénk, akkor azt meg is vehetnéd. Aha, és 320 lóerő kell a nagy ekére, tudod, a zöld John Deere-ra. Akkor azt már meg is veszem, és akkor azzal már lehet ugye szántani, meg összeszántani, és akkor van egy olyan. Viszont azt kell nekünk egy 300 lóerős, 320 lóerő fölötti traktor, amiből, ha ugye a legolcsóbb nagy traktort is nézem, mondjuk John Deere 7 széria, ez 247 ezer, és akkor ebbe, ha beletesszük a nagy motort, akkor így ez 388 lóerős. Rendszámot majd kapcsolt ki, ne rendszámozzunk, felesleges. Hát az nem kerül egyébként plusz pénzbe. Mint olyan. De bármint úgy mondom, hogy névre szólóan felesleges, érted? Ja, az jó, van csak, hogy egyébként, ja. Kerékbeállítások, meg úgy csináljuk meg, hogy széles gumik és súlyok legyenek a hátsó keréken, mert akkor jobban tapad. Amíg az a 3000, az már nem. Sok, akkor ezt megvettem, ezzel lehet akkor szántani. Kellene nekünk egy betakarító gép, ha már itt tartunk. Betakarító gépek közül, ugye szintén van modos, egyébként fönt van az a mod, hogy sorrendben ár szerint rendezi. 70 ezerért van a legolcsóbb a Class Dominator, egyébként ez egy moddal van bent. Ő egyébként 7500 liter fér bele, és tud aratni mindent, amit egy kombánynak tudni kell. A második egyébként a Nova 330-as kombányban csak 4900 fér bele, és az drágább is, mert az már 75 000. Viszont ugye a Class Dominatornak a... Szóval a Class Dominatornak csak egy 5,1 méteres vágóasztala van. Van egy moddal 140 ezer egy New Holland, ami egyébként tárkapacitásilag kisebb, mint a Class Dominator, viszont cserébe 5,5 méteres, és ja, de melyik, mi? 1 millió hatunk van. Azért ebből venni kéne egy jobb kombányt, nem? Nem értek a lovakhoz.
Nem igazán tudom, mert ugye a földterület, amit szeretnénk venni, ugye a srácok ezt már közben megbeszéltük. Az összesen... Azon a 16-osan gyapott van. Jó, azt engedd el, összeszántjuk az egészet, azt akkor őzdíj, azt akkor újra bevetjük, engedd el, hogy most mi van rajta. Uh-huh. Nem ér meg szerintem annyit szórakozni vele. Meg ugye, ha leérted rosszra fordul, mehetünk bérszántani, vagy bérmunkázni. Csak mert, hogy én akkor gondolkozzunk mondjuk egy ilyen klasszba, egy ilyen nagyobba, nem a legnagyobba, ugye a Lexion 8900-ba, hanem mondjuk a Triumba. Ez 357, de szerintem 400 ezerért megvan a vágólappal együtt. Szerintem elég, hogyha most kicsibe gondolkodunk, mert ugye szélerőműveket is szeretnénk letenni. Legalább aha. Egyet. Akkor azt már meg is beszéltünk. Akkor kicsibe gondolkodunk. Jó. Akkor kombány megvan. Kell egy olyan traktor, ami utánfutót húz, de várjál, mert akkor azt úgy kéne, hogy ne csak az utánfutót húzza, hanem hogy tudjon húzni vetőgépet. Mert ugye valamit ültetni kell. És a vetőgépből azért mindenféleképpen olyan vetőgépet kéne, ami ugye műtrágyázik is. Ami ugye vagy a 206 000-es, de inkább maradjunk a kisebb haverjánál, a 120 000-esnél is. 120 000-esnél. Ez nem nagy, ellenben kicsi, legalább lehet, ezekkel mindig bajban van. Tehát szántani tudunk, aratni tudunk, vetni tudunk. Vetőgépnek a mi az, hogy 270 lóerő. Ugye mindenféleképpen kelleni fog legalább két traktor. Na most az akciós traktor az hány lóerős? 205 lóerő, tehát az nekünk nem jó. Tehát a közepes traktorból kéne nézni valamit, ami 270 lóerő fölötti. Hát a Valtra, vagy a Klassz 108, vagy a Mössi Ferguson. ...230 000-é tud, 295 lóerőt. Hát, hogy veszünk még egy nagy csontírt. Mennyi volt az? Ja. Nem tudom. Ez 242-ért tud. 300. Hát, de akkor már 247-é teljesen alapba ott a csontír, uh-huh. Amit az előbb vettél. Ja. Tehát akkor észszerű mondjuk kettő nagyjal. De amúgy igazániból várjál. Mennyi? Tehát 245 000-ért tud, igen 305-öt, vagy pedig ugye még ráfizet és 289-ért. De jó van, igazániból később is lehet modifikálni. Akkor jöjjön kettő, akkor jöjjön ebből egy másik. Akkor ezt is megvesz. Rá is teheted, mert most már az a 40 000, már aztán... Nem tesszük rá, mert igazándiból az van, hogy így egyébként így körülbelül itt be is fejeztük. Még annyit, hogy az építkezésnél van nekünk ilyenek, hogy silókat kéne megvenni. Ezt hát hol? Először területet kell venni. Jó. Igaz. Mindjárt gyors mentés. Figyelj, akkor a 16-os mindenféleképpen, ugye? Így van. A 15-ös. A 20-as beszéltük. A 20-ast itt mellettünk. És ennyit vagy vegyünk még? Mennyi pénzünk van, mert most nem látom. Ugye a 946 000. 750 000 a nagy célerőmű, csak azért. Hát figyelj, akkor a 15-ös meg tudjuk venni 112-é. Uh-huh, és akkor ott azt a kettőt össze lehet, és akkor lesz egy viszonylag nagy holföldünk. És akkor én azt mondom gyorsan az építkezésnél, hogy itt hol legyen a szélerőmünk. Hát ez egy jó kérdés. Ahol nincs ott. Termelés, generátorok, ugye ha már a játék alapjátékban ezek benne vannak, akkor... Szia Szabina! Szia Szabina!
Ha már benne vannak az alapjátékok, mi meg természetesen élünk vele. Minden oké. Figyelj csak, hát jelenleg itt nem annyira útba. Szia Vincent! És Blaze, jó újság? Rendőr úr. Itt nem lesz útba. Jó. Nyugodtan. És... lehet hozni közben, abba be tudtuk ülni a gépekbe, és lehet szépen ide hordani már őket. Meg nyilván fölcsatolni a dolgokat rájuk. Azt én, hogy... Tabulátorral. És Enterrel indítod el a gépet, ha alapból nem zúgna. Hogy indítom el a motort? Enterrel. Enter. Oh. Jaj, de hangos. Na várjunk. Én a hangból veszek, nem el. De amúgy az F1-et szívem, ha bekapcsolod, ott mindent ír. Jaj, de fura. Megyek Ádám után, az a biztos. De csatold föl a dolgot! Tolass rá arra a zöld valamire. Ja. Jaj, anyám. Még nagyon szoknom kell. Igen, ez egy kicsit fura az a rész, ezt találjon ott szépen. Tedd alá a kormányt, és amikor rá alászheted, akkor egy Q betű, mikor ír egyébként jelzi is a játék neked, hogy csatold föl. Q-val. Azaz. És már húzhatsz is. Nem vettünk futót. Aló. Jó, mindjárt veszünk azt is, ne fossz se. Kezd el az aratást, amit tudsz. És a... nem a V betűvel, nem a V betűvel! A C betű a belső nézet, csak olyankor van egy kis lag, de ja, a C betűvel tudsz belső nézetre váltani. Hova kell nekem most így mennem? A térképen jelöli egyébként, hogy hol vagyunk. Ezt én nem látom. Ott nyomsz egy jobbost. Hát hozd ide egyelőre, ide a farmhoz jövünk. Csak én meg közben föltöltöm itt a vetőgépet, mielőtt elfogy a pénzünk. Jó. Mindjárt veszek egy kutót. Mondd, hogy mit csináljak, és azt csinálom, mert jó. Nagyon jó csinálom. Nagyon jól csinálom. Ide jössz, keresel egy szimpatikus parkolóhelyet. Valahol. Ott mondjuk leakasztod a Q-val, és visszamész, mindjárt lesz ott egy futó, és azt el kéne hozni. Hogy visszatalálsz. Gondolom. Biztos vagyok benne. Túlját nem visszük ki. Jó, megvan. Megvan a... Jó, oké, csak... Zoli, mert megint programozik. Ja, igen, tudom már, közöltem. Mindent elmondtam vele. Közöltem vele én is, hogy örülök neki, drágám, de... Mondtam neki tegnap, hogy próbálkozzon. Majd lesz valami.
Igen, de tudod mi a durva? Az, hogy odaadja, fingom sincs, hogy egyébként milyen pályán van, és hogy mit kéne csinálni ott, mert hogy érted, nem én játszottam az előző 8 pályán, hanem ő, tehát fingom sincs róla, de segítsek neki, és ahogy én nyomkodom és nézegetem, hogy amúgy most mi is történik, akkor a gyerek mondja, ja, rájöttem, és kiveszi a kezemből, és megcsinálja. Ja, hát én ideig se jutok el ilyen. Most éppen az történik, hogy nem adta ki. Én ezt már. Semmit. Jó. Elborítod a mindenséget is? Nem, csak felakadtam. Na nézzük meg, mink vannak a fődeken. Azt mondja, a 39-esen nem kukorica van, hanem búza van a 39-esen, ráadásul aratható búza. Na, nagyon, az remek, akkor a 38-as viszont az föl lehet szántani. Addig én elkezdek szántani. Na azért egy kicsit másabb az a kombány, nem? Az a baj, tudod mi az a baj, Ádám, hogy az a kombány nem bírja el a nagyobb vágóalapot. Nem, az a baj, hogy hozzászoktam már a nagy dolgokhoz. Hát igen. Figyelj, az ekénk az nagy. Legalább. Meg az egónk. Meg föltántom itt azt a időt. Tart. De azt hiszem amúgy, ha jól emlékszem, de nem vagyok benne biztos. Nem. Na. Mit kell csinálnom nekem most? Hát igazándiból majd ürítened, Ádámot. Ne menj bele a földekbe, mert letaposod. Arra próbálj nem meg mentem vigyázni. Semmilyen Ezt földbe. Tudom, csak mondom, hogy arra próbálj meg vigyázni. Én elkezdtem szántani itt ezt a 38-as földet, mert ez nem fogjuk a szóját. Oj, van neked egy jó melóm. Ó, hát várjál, no. Vannak ilyen kontaktok. Nézzünk egy jó kis kontaktot. Leakasztom a terület 5, szántás, betakarítás. Én elfogadom azt a terület 5 szántást, de majd ezzel az ekével fogom elfogadnom, vagy megcsinálni. Igazándiból ne akasd le, majd Ádám nem tudom mikor telik meg. Mit aratsz most, Ádám? Repcét. Ha minden igaz. Akkor a repcem. Hogy ugrok ki a kocsiból? E betűvel. Biztosan. Nyomsz egy... És azzal is megyek vissza, ugye? Igen. Nyomsz egy eszképet. Repcem. Igen. Akkor ugye a térképen vagy, akkor fölülről az 1, 2, 3, 4, az 5. az a diagram, a traktor fölötti, meg a kis napocska felhőcske alatti ábrára. Az árak ábra. Megvan? Én iszképet nyomtam, de én nem azt látom, amit látnom kéne. Miért, amit látsz? A térképet, nem? Nem. Hát akkor... Hát itt kis traktor, dollárje, tehénke. Na, ott a kis traktor fölötti ikon. Q betű van ott. Görges föl. Igen, traktor felett. Igen, és kikeresed a repcét. Most nem így tudtunk ilyeneket csinálni, hogy nem adjuk igen el a terményt, mert nincs pénzünk, csórók vagyunk, mint a templom egere. Rákattintasz a repcére, és ott látod, hogy hol a legjobb ára a repcének. Most ugye ott az a kis zöld nyilacska, de egyébként igen ott, ha rámész, ha nyomsz egy szó közt, akkor ott látod, hogy egyébként decemberben lesz a repcének a legjobb ára, ez 2187 euró per 1000 liter. Úgy kell nézni. Opa.
És ha visszamész, akkor az a lényeg, hogy ha Ádámot leürítetted, akkor rákattintasz a Marisonéra. Mert most ott a Marisonra, mert ott most 1873 euróért adod el a repcét. És ott van egy enterrel, hogy a hely megjelölése. Majd visszamész egy kis földgömböcskére, és látni fogod, hogy azt ne jelöld be a Marisont, mert most még nem fogunk izélni, traktorozni, vagy izélni, vonatozni. Úgyhogy be kell jelölni a Leger de Farms gazdaboltot, jó? A középsőt. Nem a Gabon elevátorba visszük, hanem a Farm gazdaboltba visszük majd. És megkeresed a térképen, hogy hol van a gazdabolt. Egyébként ott van fönt a 8-as, 7-es földön. 8-as, 7-es föld között van ez a gazdabolt. Villog egy kicsit az ikon. Látom. Na, és... Az 5-ös föld is villog, miért? Azért, mert elfogadtam egy questet, hogy azt föl kell szántanom 8700-é, úgyhogy majd én megyek át oda szántam. Van vonat? Van vonat, igen. Látom, ahogy megy. Igen, a most, tehát, ja, van vonat, igen. Tehát vonattal is lehet eladni a legjobb, úgy kapod a legtöbb pénzt a terményért, ha ezt vonattal adod el. Uh-huh. Úgyhogy az a lényeg, hogy majd Ádám azt learatja, és mikor igazándiból abba a pótba bele fog férni az egész. Ha learatta Ádám azt a tudszat, akkor majd nem tudom hány százalékon van Ádám, ezt majd belebeszélt, kommunikáld le, akkor ugye oda mész alá, cső alá, akkor teletölt, és ha learat... De bemehetek, ahol ő már learatott. Igen, 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 igen. De nem kell kapkodni, mert nem ebből lettünk milliómosok. Gondolom. Nem, majd szélerőmű. Hát arra azonnal ki kell farmolni még egy, még egy, még egyre. Hozza majd itt nekünk a nagy lóvét. Ja, de egyébként ugye így, hogy van szélerőmű, ugye így lehetett volna bérelni is dolgokat, egyébként úgyse mentél volna minuszba. Hát amúgy... Mert én már ugye ezt többször bebizonyítottam, hogy sima játékkal is, hogyha életszerűen normálisan béreled a dolgokat, és nem, mit tudom én, 8 kombáj, meg 15 az csak ott áll, hanem tényleg azokat bérled, amit használod, akkor megfelelő földterület mellett egyébként simán, simán egy-egybe ki tudod farmolni a izét. Hát én ebben nem vagyok olyan biztos, srácok, ha van valaki a cseten, aki látta a 19-es farmingunkat, amikor Koli volt a harmadik, akkor erősítsen meg, hogy sőtbe mentünk egész hamar. De az a 19 volt. A 22-ben én ezt már csináltam meg egyedül normálisan, és nem mentem csődbe. És a legjobb, egyik legjobb kezdés egyébként a 19-ben az a faipar volt. Itt a 22-ben nem éri meg a fával foglalkozni, mert egyszerűen nem éri meg. Viszont 19-ben, igen, 19-ben Kolival, mikor már csak ketten játszottunk, akkor csináltunk olyat, hogy csak fával, a modolt mappon voltunk amúgy, és vettünk egy, azzal kezdtük, hogy vettünk egy gyertőt, meg hozzá egy, volt két kamionunk, két futóval, meg két favágógépünk, azt vittük a fatelepre a fát, azt valami 7 millióval szálltunk ki abból a földből. És kezdőpénzből megoldottuk. 7 millió, tehát az nem kevés. Wow, megtaláltam, hogy hol kell felkapcsolni a lámpát. Uh-huh. Van rádió is egyébként. Mit csinálják veled? Hát hallgatom. Végén beszélünk, úgyis. Letéltan a lila óriás. Ja, hogy olyan rádió, uh-huh, ahol zenét hallgatsz. Igen. Így van. Hát azt ő hall, én nem hallom. De vicces. Kettő
Izé is van, Lili vonom. Lufi? Ja. Az a izé, hogy ezek... Nem kettő van, három, szívem. Kettőt látok. Hol a harmadik? Hát itt a ház fölött van, egy kicsit távolabb, ott a bolt környékén van egy ilyen sárga-piros. Igen. A város felé elnézve van egy ilyen kékesebb, meg utána van még ott egy ilyen nagyon színes sárga hátrébb. Ó. Meg a ott... házast, meg a kék-pirosat látom. A másik ez egy kicsit hátrébb van, meg lejjebb. Azért nem látom. Van. Na, én ezzel ezt befejeztem, ugye megnézem, hogy mit lehet most ültetni. Ha én lennék a mező, akkor én most ültetési időszak repce. Hát akkor ez repcézünk, ugye? Gondolom. Na jó van. Lettem nevetve. Na. Hát mindjárt készen vagy. Júj. A szívem. Igen. Érzed magad bacsit? Hát, gondolom. Akasd le valami olyan helyre a pótkocsit, ahol hozzáfér Ádám és bele tudja engedni a dolgait. Itt jó lesz Ádám neked, nem? Nem tudom, nem látom. Ott igen. És... Igen? És akaszt föl a vetőgépet. Ilyen vetés is okos lesz. Vagy szólj, ha meg vagy. Hát, igyekszem. Wow, itt vannak ilyen buli hajók. Jó, igen. Megvan. Akkor látod jobb alul a kilométer óra mellett, hogy mi történik éppen, hogy mi van benne. Nyomd a Z betűt, és ott látod, hogy változik a terménytípus. Ott a repcét kell kikeresned, ami egy ilyen zöld növény sárga virággal. Megvan. Jó. X-el kinyitod. Igen. Odaállt a föld széléhez. Nem azt, amit most én felszántottam, arról a földről van szó. A V betűvel leengeded. Tehát amíg te felszántottál, ahhoz álljak oda. Igen. Igen. Melyik a V betűvel? V betűvel azt hiszem leengeded, ugye? Nagyon remélem, hogy azt enged ide. Igen. B betűvel bekapcsolod. Igen. Kapcsoljam is be. Így van, és indulj el, és vessél. És elméletileg, ha minden igaz... Várjál, mert... Úristen! Mondja. Ezzel lehet menni egyenesen? Persze. Akkor én kurul... Ezt miért tárcsázza bele? A Rebecca Tian Blue-nak
17,74 hektárnyi repcéje elfonnyadt. És most a, az elfonnyadt repcét kell neki beszántanom. Hú, főnök, ha nem veszel egy normális kombányt, én felmondok. Rövid időn belül. Let's speed, és veszek normális kombányt. De amúgy add el, az bérelj egy nagyobbat. Ah, nem bérelgetek. Nyilván az le lesz cserélve, de van a nagyföldet, kezd el, ha kiöntötted a lepszet, akkor kezd el alatni a búzát. Vagy megcsinálod itt a munkát a csávónak, én meg arassak? Vagy nem csávónak, csajnak, Rebekának? Már csinálom. Mármint az aratást? Uh-huh. Ja, jó. Valószínűsítem, hogy azt már, hogy a munkát azt én csinálom a izének. Na, Marci, hogy megy itt a... Ó, hát azért... Igyekszem, jó? Aha. Inkább fogják kisebbet, és akkor biztos, hogy mindenhol legyen vetve, mint hogy ki pont, ki izélet, hogy, hogy pont ott mennyi, ahogy kell. Jó. Nem lesz semmi baj a gépnek, hogyha ki kilógsz a fűre, meg ilyenek. Jó, én értem, csak... Egyelőre meg kell tanulnom egyenesen menni ezzel a vacakkal. Figyelj, keverhetek egy biszki kólát, hogyha segít a egyenes menetelednél. Istenem. Mondjad. Most egy később kapcsoltam. Még mindig túl túl rossznak értékelem én egyébként a játéktól lesz, hogy ilyen olcsóé vannak ezek a munkák. Most így, hogy láttam ezt a ötös mezőt, hogy így mekkora még ezzel a modolt ekével is egyébként, ami ugye szántásnak minősül, amit itt csinálok. De hogy még ezzel is egyébként ez bele fog telni egy 10 kötője 15 percbe, és füzet érte 8000-et, ez vicc. Tehát, hogy tényleg igazándiból most ott tart a szituáció, hogy Marcsit elzavarjuk a városba, hogy keressen felvehető tárgyakat, mert minden felvehető tárgy után kapunk 10 000-et, azt hiszem, vagy 1 000-et, meg vagy 1 000-et, és van olyan, amelyik után 10 000-et, és ha 100 darab tárgyat összegyűjtöttél, akkor kapsz 1 milliót. Tehát, hogy most ott tart a helyzet, hogy egyébként ez jobban megérős történet. Vagy ugye egyébként nyilván lehet ezt csinálni ugye, amit mi is csináltunk a másik mappon, ahol van már egyébként egy viszonylag nagy farmunk. Gazdaságotok? Igen, gazdaságunk. Ott ugye az lett csinálva, hogy a kezdőpénzből egyébként nem lett több pénz adóva meg semmi, hanem a kezdőpénzből be lett vásárolva napelemekkel, nem is napelemekkel, hanem szélerőművekkel. És átaludtunk 2 évet, azt hiszem talán az elején, de nem volt 2 év amúgy. Egyet csak. 1 évet átaludtunk, és akkor úgy lett pénzünk egyébként, és akkor úgy nyomtuk tovább a dolgokat, vettünk traktorokat, kombányokat, ugye, de általában úgy csináltuk az elején is, meg most is törekszünk arra, hogy mindenből általában 2-t vettünk. Ugye, ahogy ketten tudjuk csinálni, hogy ne legyen annyira unalmas, tehát mind általában ketten aratunk, ketten szántunk, ketten vetünk. Igazándiból az ilyen főbb munkák az 2 van. 2 permetező, 2 kamion. Miből van talán csak egy? Igyekszem. A bálázóba. Egész jó vagy, ott az első sorod volt egy kicsit, ott kihagytál a szélén az első sornál, egyébként a többi az itt a történt. Második és a harmadik között is van egy kis csikocska. Hát akkor menjél rá újra, nem lesz semmi baj, meg hogy... fogok. Jó Istenem. Mondja. Fura na, az irányítása. Közben az a helyzet, hogy
a repcét valakinek el kéne vinnie, mert lassan megtelek búzával is. Aha. Jó. Menjek? Nem, mert neked időre kell csinálnod a melót, Zolinak pedig nem, szóval Zolinak kéne elvinnie. Már húzok is haza. Jó. Az szép volt. Opa. Mi? Semmi nem történt. Csak neki mentem egy fel. És a fülke mi volt fejjel lefelé? Főleg. Letört a tükör. Vagy elgörbült a tükör. Hogy van az emlékszel? Ismered azt a vicce? Ismered, de ez nem vicc, hanem valami izé. Videó. Aha. Vagy vicc, mindegy lényeg, de tudom, hogy melyiket mondod. Kamionos. Kamionos. Főnök behajlott a tükör, hát hajlíts vissza, de nem megy, mert rajta van a fülke. Azt hiszem kamionos volt. Hú, mekkora elpisítottam rajta. Sirénáznak bent a városba. Nem én voltam, biztos, hogy nem én voltam. Én nem is láttam. Az ő traktor volt, más volt. Nem én voltam. Vagy pedig 53-mal megy ez a traktor, de milyen lassúnak tűnik a 160-hoz képest. Elviszem azt a futó izét, repcét. Talán leszünk pénze. Meg vagyok. Mennyi lett? Jó, 6400. Hát nem sok. De legalább kevés. Ja. Ugye a legelső dolog, amit még venni kell, az egy műtrágy szóró. Ugye az fontos történet lesz majd. Az lesz a legelső, mert ugye ott ugye a szentes miatt nem lesz gyomos a föld. Tehát nem kell permetezni. Tehát permetre effektív gyomírtóra nem lesz szükségünk, ha még ezzel a nagy ekével nyomjuk, az soha. Mert ugye a szántás utáni vetés az sose gyomos. Viszont ugye a vetőgép az 50%-ra trágyázza is, ami jó. Viszont nekünk ugye 100% trágyázás kéne, hogy ugye a maximumot le tudjuk belőle aratni, és le tudjunk belőle hozni, ahhoz meg ugye a következő lépés az meg egy műtrágy szóró. Ami felőlem lehet folyékony vagy szilárd, nekem lényegtelen, csak hogy egy műtrágya szóló kell, megnézzük, melyik lesz akcióba. De ugye az már jövő hónapban kell venni, tehát hogy az már kövi havi történet, ami azt jelenti, hogy addigra a szélerőmű is fog termelni. Tehát abból is kapunk mint egy bevételt. És akkor abból a bevételből már viszont lehet, hogy mert a traktor, a futó is még csak-csak elmegy, a kombány viszont az nagyon kicsi, az tényleg abban a teljes mértékben igaz, adok, hogy az nagyon-nagyon picike, úgyhogy lehet, hogy az kéne, hogyha kövi hónapban úgy fizet a szélerőmű, akkor tényleg bérelni egy kicsit azért egy nagyobb kombát, meg egy nagyobb vetőgépet, és akkor gyorsabban lehet pörgetni. Mert utána...
Utána, tehát a következő arra, sőt nem is kell bérelni, mert a következő aratásig aludnod kell egy évet. Tehát a következő aratásig egy év alvás van, mire Az jó. aratsz. És addigra meg a célerőmű csak hoz annyit, hogy, hogy érted, nem, nem lesz gond az a havi 1000 dollárt izélni kifizetned. De akár már most is ki lehet bérelni. Hát ha lesz mindjárt leadom, akkor igen. Mondjuk már ha... csak azért, mert akkor lehet csinálni munkát, aratás munkát. Hát nem nagyon éri meg 5-6 ezeré amúgy ezek a munkák most arra ítéltem rá. Igazándiból, ha eladod a izét, eladod a truck vagy a kombányt, mert ugye azt újonnan vettük, ha azt eladod, akkor abból mit tudom én lesz 40-50 ezer, csak úgy add el, hogy oda viszed a bolthoz, mert úgy többet ad érte a boltos. És akkor abból simán tudsz bérelni egy nagyobbat. Na hát ez egy 10 000-es volt. Nem sok semmi, de legalább. Jó feladat létrehozás. Ó, remélem a Fradi az. Mármint elnézést. Ide. Szóval, paf. Azt mondja, hogy ha nekem kéne bérelnem egy betakarítógépen, akkor nyilván a legnagyobbba gondolkozunk, de valami szépben, nem? Szépen néz ki. Érdekel engem, hogy néz ki, hatékony legyen. Hát, ez kéne. Hát, na ennek a... Ennek a bérleti díja, az... hol írja a bérleti díját? Valahol azt is írja nekem. Ups. Írja, hogy nincs elég pénzed, de hol írod a bérleti díját, te? Nem írja, mert nincs elég pénzem. Valahol pedig meg lehetett nézni. Na mindegy, egyébként ha... Jaj. El akarod adni a kombányt? Nem. Jaj, megtelti. Nem tudtam beleülni a John Deere-ba. Már bele tudsz. Benne vagyok, csak mondom, haladjon visszafelé addig, ameddig is élek. A pont ezért is ijetek ugye vissza. Jöttem vissza, mert láttam, hogy megteltél. Megnézed addig a búza, hol a legdrágább? Vagy majd kijöntöm, azt megnézem. Egyébként egész jó adja a búza akkor, hogyha annyiból megteheti egyébként. Csak így... Mi ez tartásképet? Megnézzük itt a Marcsi mit csinál itt a izével. Igyekszem. Hát az a helyzet, hogy a búza jelenleg a vasúton a legjobb. A második legjobb, az pedig a gabona elevátor, de ott most éppen csökken az ára.
Nem szerintem mennyi adni kérte, vagy 600-at legalább. 8,58. Nem rossz már. Thank you. Thank Itt is hagyhatod, akaz lesz, majd szólok. Búza, 857 gabonára váltó. Ja, de 926 az izébe. Nem éri meg azért izét hívni, majd start. Mennyire van, mi hol van a gabonára váltó ezen a mappon? Ó, hát ez itt van, nem megszállt, hogy felszaladok vele gyorsan. Hát de minek forogsz vele kétszer? Csak belefér. Nem? Ja, 40%, úgyhogy még egy teli. Hát nem fog beleférni amúgy. Várjál, 40, 80, 20, hát lehet, hogy pont ellen lesz egyébként, de nem tudom. Neked mindegy, hagyd ott, majd szólok. Hogy hagyd itt, majd szólok. Hát de amúgy nem viszem el a traktort, mert... Hát de miért nem mész vissza tántani? Ja. Akartam mondani, hogy megyek vissza. Pa-pa-pa. Én tök jól néz ki ez a folyó amúgy. Mellettünk. Tényleg nem éri meg amúgy ezeket a munkákat csinálni. Hát jó, de az elején valamiből kell a pénz. Hát ez saját földből jársz a legjobban. Ha vannak ilyen izék, ilyen kihívás mappok amúgy, ahol kézi fűnyíróval kezdesz, tehát kézi fűnyíród van. És én néztem már ilyen, láttad már te is TikTokon ezt a videó? Nem, de sok sikert hozzá. De komolyan, és csak egy füves placod van, és semmi másod. Tehát egy full, tök egyenes füves plac. Nincs egy deka földse rajta. De meg lehet csinálni. Ugye a füvet is el tudod adni. A sima natúr levágott füvet el tudod adni. És eladott sima levágott füvet, utána tudsz már venni egy összeszedőkocsit, akkor már izé meg egy a legkisebb traktort, akkor már levágod a füvet, akkor már összeszeded, utána már fűkaszát veszel a kis traktorhoz, akkor már úgy tudsz venni, hogy elől vágja, hátul már szeded, akkor azzal fordulsz egy pár költ, aztán azt is leöntöd. Ez egy működő taktika, ugye, mert a fűből is lehet utána szilárd, ha már telik arra annyit összevágta annyi füvet, hogy tudjál venni egy silót, akkor már ott már szépen csinálsz belőle szilárd, annak is 5-600 euróba kerülsz, azért a fűhöz képest egyébként nem olyan rossz az a 600 eurós ára szilárdzsé például. Ez csak fűből van. Azt meg még ültetned csak el csak egyszer. Levágod, azt onnantól kezdve már készen is vagy. Jó Istenem. Ezek kerekezt a traktorok, hogy vergődik a izé a szántáson ahol. Jó, repcét itt hagyta megrohadnia. Tele van pénzzel, na. A Rebecca? Megteheti. Ja, ez nem az én földem, ezért nem tolatok vissza a két darabokért.
A 30%-ban teljesítettem a megbízást. Szívem, készen van? Igyekszem. Ha baj van, szóljál, amúgy tudod. Nem borulok fel. Ja, nehéz. Neked mégis sikerül. Na. Nem is igaz. Most mondd azt, hogy nem, nincs igaza. Nem, még nem szoktam felborulni. Nem. Alucinálunk. Volt nem nehéz az, hogyha rossz a futó. Volt, ugye? Volt rá példa, igen. Nem volt az a futó rossz, csak kicsit más a... A játékban nem gondoltad, hogy meg van csinálva az, hogy hol a súly. Amúgy az ilyen futókkal nem kanyarodunk sose akkor a szögben. Ugye a forgós álmanyos futóról van szó. Ugye az első jó, kereket... de én azt nem láttam. Mi az, hogy forgós álmanyos a futó? Hát nem néztem, felakasztottam, azt vittem. Értelek. Mi tatámiknál élőben is borítottunk majdnem fel forgós álmolyos futót. Megpakolva kukoricával, kukoricatörésen. Nagy siker volt. Mondjuk nagyapám volt, hogy akartnak fordulni traktorra. A jobb ívben. Nem szeretem ezt a traktort. Mert össze-vissza megy. Olyan szép egyenesen lehet vele menni. Igen, ja. Mert ez nem a GTA, hogy visszaáll magától egyenesbe a... Igen. A kerék. Itt neked kell visszatekerned is. Igen. Tehát itt, ja, itt arra kell rászokni, hogy itt ilyen finom mozgásokkal kanyarod. Tehát mindig csak addig kanyarodja, meddig. Ja, a másabb vezetési stílusa van egyébként. A jó GTA-t, ki kéne játszani a GTA 5-öt? Elkezdtem már. Igen. De most is, hogy mondtál, nem eszembe jutott. Akkor aztán, ha már, akkor streambe kéne kijátszani. Kérem. Milyen gáz van, hogy RP-ztem meg, mit tudom én, azt mondja, egyszer nem játszottam ki a GTA 5-öt. Én sem játszottam ki. De ez milyen kellemetlen már? Mennyi órád van már a GTA 5-ben? 1000? Hát ugye nem, ezt nem tudom megmondani neked, mert ugye a 5-em alapjáraton nem írja. Vagy... De írja. De. Már a 5-emet is írja. Persze. Eddig is írta. Tényleg? Én inkább nem mondom meg, hogy mennyi órám van benne. Várjál már ezt. Hát a farmunkban 176 órám van. Gondolom, ez nem segít. Valami nem oké. Mi? Mit mondtál? V-vel engedem le, és... B-vel kapcsolod be. Ott volt a gond? Lehet. Igen, mert mikor összecsuktad véletlenül az X-el, akkor ugye kikapcsoltad a B-vel. De elméletek, ha állsz egy helybe a traktorral, és nézed ugye a sebességmérőt, meg ott a fordulatszámmérőt, akkor hogyha bekapcsolod a B-vel, akkor alapból fölpörög a motor. Ugye, mert olyankor... Tényleg nem írja. Nem írja. 2,2 órán van a GTA 5-be. Igen, mert nem arra kell rákeresned, hanem a izé, mi nem szokott írni. De nem a fájben, hanem mi szokott az lenni? Mit írt ki? Az SD valami, az a SD-K valamit, arra a játékra kell rákeresni. De most már bakker, bocsánat, ezt meg kell néznem.
És most itt a farmingot látjátok, de egy pillanat. Profil. Nekem az nincs benne a Steam-be. De benne van. Nekem 2091 óra van a nyilvántartásban. 2091 óra. Várjál mindjárt. De ahhoz képest nem is játszottam sokkal. Vagy Ádi. Ugye megnézem, mennyit van benne. Összes nem rég játszott. Nem, összes játék. Cégódban van 2189 óra. Hát ja. Forum azt... egyekben van sok farming szimulátorban 104 óra. És a GTA 5-ben ugye csak 2,2 óra, neked tényleg nem írja azért az RP-t. Igen, mert nekem nem volt hozzáadva a könyvtárhoz. Nekem sem. De igen, sajnos a Cségóban több órán van, mint... Mint felmered vállalni? Aha. Na, bocsánat itt ezt. Szóval én a 2090 órámmal, vagy mennyivel én áll vagyok, a 2000 órával, ahhoz képest nem játszottam ki. Ami a probléma. Maradta. Mindenki nem kell volna ott maradni. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ideje lenne egyébként azt is kitolni. De én már mondtam Martinak, hogy valamikor, csak az a baj, hogy ezek van ez a... Mint szerintem sokan ismerik ezt a Geogaster-t. Ugye ez a, amikor a térképen egy random helyre lecsap téged, a Google Map, ugye a Street View-ba, vagy, ja. Igen. És ugye meg kell, ugye mehetsz előre, hátra, meg mozoghatsz jobbra, balra, meg kell tippelned, igazából méterre pontosan, hogy a világban hol vagy. Vagy épp az adott régióban, mert ugye nem csak a World Map-on lehet játszani, hogy bárhol. De ugyanilyen van GTA-ba is. Tehát a GTA 5 Gasser, és ott meg a GTA-ba ilyen random a fotókon kell megtalálni egyébként. Hát igen, csak hogy itt abból is több van, hogy abból igen. Több van, és hát van olyan, ami folyamatosan ismétli. Igen, és ez meg ugye nem volt izgalmas már egy idő után. Tehát azért kipróbáltuk egyébként, játszottunk, tök jót nevettünk, meg tök jó volt, csak az a baj, hogy van, mit tudom én, 15-20 kép és kész. És én még nem találtam olyat, ami tényleg ilyen, mit tudom én, random lenne, meg mit tudom én, mert egyébként meg amúgy meg vicces, meg tök cool. Pláne, hogyha valaki érted, jól ismeri a térképet. Bár most amúgy a GTA 6 az mikor jön ki végül is, arról volt valami? Nincs mert meg megjelenési idő. Mert ugye arról voltak már ilyen kiszivárgott információk. Megjelenési idő még nincs. De a GTA 5-re is mennyit vártunk? 9 éve? 8-at? Nem tudom. De mindig sok idő eltelt. Nem tudom mennyi, körülbelül se tudom neked megmondani, hogy mennyit, mert hogy én nem vártam rá egy percet se. Hát jó, amúgy igen. Ádám, te játszottál ki GTA-t? Az összeset. A GTA 5-ön kívül. Nem játszottam ki sose. Mindig elkezdtem, mindig játszottam, de sose játszottam ki. De ilyen izébe például nekem nagyon rossz a játék és a játékos kijátszási rátám. Tehát én nem játszottam ki a GTA-kat, egyiket se. Én kijátszottam a legutoljára, amit kijátszottam játék, az a izé volt, talán a Metro. Metro 2033. Azt a mai játék már. Talán volt COD olyan, amit végigjátszottam, vagy Medal of Honor még régen. Igen.
És onnantól kezdve olyan játékokkal játszottam, amire hát lehet azt mondani, hogy ki lehet játszani, de hogy tulajdonképpen nem lehet Elvileg kijátszani. befejeztem. Na, akkor ott az a föld, amit Ádi jön, azt nem tudod még. Akkor... Még azt a kis részt a szélén. Ha bepótolod. Ja igen, ott a legelején, ahol elkezdtem. És úgy nem nagyon játszottam ki játékot. Mert ugye nyilván Minecraftban megöltem már Survivorban a sárkányt, kínok-kínok között. Hát jó, de a Minecraftnak sem ott van vége, hogy megöled a sárkányt. Hát mi, hol van vége a Minecraftnak? Hát azért ott még lehet csinálni. Sőt, igazából én a Minecraftot egy olyan játéknak tartom, aminek sosem vége. Elméletileg, mindig igen. Van mit csinálni. Mikor megölöd a sárkányt és beleugrasz abba a sötét lukba és visszateleportál a spawn helyedre, olyankor ugye végig megy a készítők, tehát ott a stáblista végig megy. Tehát azért szokták azt mondani, hogy az a vége. De viszont ugyanúgy ott maradsz a térképen és folytathatod tovább és építgetheted a bármidet. És igazándiból a Minecraft az a játék, ami akkor van kijátszva, amikor te azt mondod, hogy meguntad. Vagy nem is tudom igazándból, hogy az nem lehet kijátszani. Rimworld-ot játszottam már végig, de a Rimworld az egy ilyen, ugye a kolónia szimulátor játék, ott igazándiból ott van vége, hogy elhagyod a hajóval a kolóniát és elküldöd az embereket. Azt is játszottam már végig. Farming szimulátornak van olyan, hogy végig játszod? Hát biztos van, hogyha már tiéd az összes telek. Akkor még azt nem játszottam, még sose vettem meg mindet. Igazándiból azelőtt ráuntam, hogy megvettem volna mindet. Van ilyen még, amit így nem is tudom, szerintem már nincs. Amúgy úgy nagyon, amikkel játszottam. Fortnite-ot végigjátszottam kétszer. Igen? Igen. Jobb vagy, mint Chuck Norris. Ja. Chuck Norris egyszer mellé ütött, azóta kék az ég. Ne. Mi van? Ja. Jó van már. Meg kikapcsolt gépen is lehozza a darabszámot, nem? De hát, ő úgy nyomja. Jaj. Ezek fájnak amúgy. Tényleg. De figyelj, Chuck Norris a lányának is visszaszerezte a szüzességét. Jó, hagyjatok békén. Igen. Ezt már szerintem ezt most már, de szerintem... Ne, én most égtem én úgy ki, hogy jó. Elvileg kész vagyok. Remek. Mindjárt én is. És Ádám, te kész vagy már amúgy? Aha. Vihető a futó. Akkor szívem, összecsukod azt a vatkat és elviszed a Igen. futót. Nekem még itt van két vagy három fordulóm. És akkor gabona elevátorba kell vinned. Ugyanúgy búzára ránézel, tudod a izére, belül kijelölöd a területet, megnézed a térképen, hogy merre kell menni. Ha valami nem megy, szóljál nyugodtan, és szívesen segítek. Hol van a futó? A földön, ahol Ádi aratott. A hátsó földön, amit most vetettél, az mögötti föld. Hogy ért azt, hogy mögötte? A 39-esen? Igen. A friss veteményesen amúgy átmehetsz, nem lesz baja. Ha már kinő, akkor nem. Aj, legyen már vége, haló. Ha már látom. A farmi 23 is, az mikor jön ki? Várjál. Hát az izére fog jönni. Igen, 23 konzolra jön. Telefon, nem? Nem úgy van, nem telefonosra jönnek.
Nem minden páratlan jön konzolra, és minden páros PC-re? Hát eddig 19 volt. De meg 17 kellene. volt, meg 15 volt. Az amúgy gyakos, ja. Most ez a 22-vel ez a hagyományt ütöttek, mert hogy alapból 21-nek kellett volna lennie. De valamiért nem a... Mit mond, mit kérdeztél szívem? Nem, jaj, de messzire kell mennem. Ja, igen. Szóval nyugtasson a tény, hogy a futóból nem tudod kiönteni a terményt. Jó. Viszont ha vízbe esett... Szóval igazániból a következő farming, ami lesz, bár nem tudom, tehát az az érdekes, hogy most viszonylag nagyobbat léptek előre, mint eddig léptek előre, de érted, mondjuk ez a farming nekem ez ugyanolyan, mint a FIFA kicsit. Hogy vannak benne ilyen apró módosítások, mit tudom én, új eszköz, új az, ugye a FIFA-ba is érted a csapatok átrendezése, ki hol játszik, ki hol focizik, a kép szerint is melyik csapat az erősebb, meg mit tudom én, ugye ezek nyilván meg vannak csinálva a FIFA-ba, de hogy egyébként meg nyilván fejlődik valamelyest grafikailag, meg mit tudom én, de például én még ugye nézek azért FIFA-s videókat, meg mit tudom én, ilyen összeállításokat, válogatásokat, hát én még, ah, csá, akkor ezt majd izé kapált ki, ha akarod kézzel, tesó. Azt mondta a Laura vagy Rebeka, hogy ő megfelelt elégedett a munkámmal, úgyhogy én ezt a amúgy 17 ezeret fizetett érte, úgyhogy én ezt át is veszem. Ő ki is kapálta magának kézzel, mert én már húzok is haza. Van otthon szántani való. El kell mondanom, hogy nagyon örülök neki, hogy nincs berakva a forgalom. Igen. Uh-huh. Valahogy éreztem, hogy nem biztos, hogy nekünk szükségünk van arra a forgalomra. Tudod, mivel lehetne Ádám még itt az elején nagy pénzt szakítani? Ilyen kicsit ilyen félafkos módon. A méhekkel. Csak nincs autólód. Én nem fogok annyi mézes raklapot targont szerezni. De nem bizony. Igen, amúgy én is örülök neki, hogy nincs forgalom, mert olyan széles ez a izé, ez a tető eke, hogy két sávon kell mennem. Oh! Hoppa, 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 hoppa. Jelentik a tőkes ujja, traktor elejéről meglökött a vontatmány. Na. Szóval hol tartottunk? Ja igen, hogy ott tartottunk. Tehát ez biztos jó. Itt Ádám van egy csomó tó. Jó. Jó, nem csomó, egy tó. És mit kezdjek velük? Becázzal. Hát... Figyelj, az a helyzet, hogy... Hogy én már a valóságba szeretnék lógatni, nem pedig a bármilyen játékba. Ja, Nati, felébredti. Felébredt a dobozmacska? Ja, hallom, itt csörög mellettem. Vagy csak nyújtózkodott. De nem értem amúgy ez a nagy macska, hogy fér be abba a kis dobozba. Meg hogy miért érzi azt kényelmesnek a macska? Mert neki az jó. Tisza legyek, ezt értem. Jó, de szerintem most már azért ezért benne fészkerültik ennyit benne, mert már nem fér el benne. Bom. Megjöttem. Bombik ide spawnolnak az aszfaltra. Megjöttem a lerakathoz. Elméletileg ott látnod kell egy olyan helyet.
Úgy el tudod adni a dolgokat. Ha látom. Le kell öntened, és odaállsz, és akkor egy I betű megnyomásával szépen leöntöd. Közben én meg összeszántom a 38-at, meg a 39-es földet, jó? Á, szívem, megtaláltad a barázdajelzőt? Tudod, mit nem vettünk? Mit? Hogy? Semmi. Semmi. Semmi, semmi. Meg se szólaltam. Na, 13 ezer. Leöntötted minden? Igen. Automatikusan kiköpte. Ezért ugye van. Nem maradt búza izébe mi? Kombányba. Mert? Nem a futóba, a kombányba. Ádámot kérdezem, hogy belefér a futóba még. Nem. A izéné... Itt kaptunk pénzt? Aha, 13 ezer. A barázda jelző az nem mókolt bele a izébe. Tehát attól, hogy Marci húzta a barázda jelzőt, attól még izé nem tűnt el a vetés, vagy a termény. Ugye előttem látom, hogy ugye húzva van a barázda jelző. Ez nem barázda jelző, mert ilyen össze-vissza van. De az... Ez barázda jelző. A kis szarnak van. Mindegy, majd ránézünk, úgyis ültetni kell a másik telket is. Persze, a térkép azt mutatja egyébként, hogy jó neki. Hát igen, majd hibátlan. Igazándiból Marcitól majd kérd el a traktort, ha úgy van. Azt akkor ezt gyorsan vessük még be, én meg még felszántom a másikat is. Mik voltak azok a tárgyak, amit keresni kell? Hát ezek ilyen kis színes figurák. Ilyen különböző épületek négy hidak alatt így eldugva vannak, ezek ilyen figurák, ezek lehetnek, lehet egy boci, lehet egy traktor, egy utánfutó, egy vetőgép, egy bármi. Kis mokettek tulajdonképpen? Hát igen, ilyen kis úgy néznek ki, mintha fából lennének, vagy műanyagból lennének kiöntve, ilyen kis érdekességek. Ha az F1 be van kapcsolva, akkor írja is, vagy ha oda nagyon közel állsz hozzá, akkor írja is, hogy E-Collectéből, tehát hogy E-betűvel szedd össze. Vagy ugye, ha a magyar játék, akkor ugye összeszed. Van bárány, disznó, csirke, meg ilyenek. Akkor ez is plusz pénzt ad, ha összeszeded. Értem. Tetszik ez a kisvároska. Aha, nagyon jó néz ki egyébként. Tehát nézd le, lemész ott a folyópartot, meg van két ilyen hajó egyébként. Tehát igen, láttam. Fel lehet szállni a hajóra? Hát vezetni nem tudod, de azt hiszem szerintem fel mert tudsz ugrálni rá. Ja, szóval igen, ott tartottunk amúgy a visszatérő, hogy a farming szimulátornak a következő része, kíváncsi leszek, hogy mi újdonságokat fog tartalmaznia. Igazából ezt már nagyon hova nem lehetsz újítani. Hát figyelj, tudnak még beletenni dolgokat, biztos, hogy érted, új termények, érted, akár egy koriander, akár mit tudom én, rizs. Például azért a rizs az egy egész... Érdekes. Víz alatt kell, ugye? Víz alatti. Hát ilyen mocsárba nevelett konkrétan. És... Megértem. Érdekes a gépe is. Meg ilyenek. Jaj. Mert ugye itt is van cukornád, így is van cukornád, de például cukornádat egyszerűen, tehát valami, nem tudom, tehát az a valakinek nagyon nagy izének kell lennie. A listának, hogy itt mondjuk egy ekkora földet cukornád, de a beültetés után ő azt learatja.
Hát az gyerekek, az egy káosz. Csak 1,5 méteres vágó szélessége van. Ellophatom a trakidat? Aha. Tessék. Szívem, gyere én meg, majd felszántom mindjárt a másikat, azt akkor még Ádám itt izévet, addig gyorsan elszaladunk, azt akkor megnézzük, hogy van-e valahol ilyen izé. Hol vagy? Most vagyok itt a földön, most szántottam, most fejeztem be a szántást. Összeszántottam ezt a két földet, tehát a 38-39, az most már egy föld. A térképen kettőnek jelzi, de egy. Traktor! Jaj! Rányom? Nincs nyom. Hát nem tudom, ülteti amúgy ezeket a részeket. Mindegy, ezt a pár kis részt húzd át, hogy hát ha... De a térkép szerint egyébként el van ültetve. Kipróbálod ezt a nagy dögöt? Nem. Nem akarod? Le akartam tölteni az Universal Passenger módot, amivel be tudsz ülni mellém a traktorba, és akkor itt ülsz az anyós ülésem, mert ugye hogy ezekben két szék van, de a 19-hez van, viszont a 22-höz nem csinálták meg, vagy csak én nem találtam meg. Ugye pont ezekre a üres órákra gondolva, amikor így valakiknek, valamelyikünknek nincsen maszek meló. Visszatolatok, mert lebasznak érte, ha ott hagyom azt a kis foltot a sarkon. Nem megyek a városba, megnézem, vannak-e ilyen kis ja, ha megnyitod a térképet, akkor ezekre a kék pontokra, mint bolt, meg a, mit tudom én, különböző leadók, oda rá tudsz teleportálni, és nem kell odáig elsétálnod gyalog. Igen. Aha. Hogy nyitom meg nagyba a térképet? Megnyomod a deszképet, és a legfelső, a föntetek, ez a földgömb, és utána a görgővel meggörgeted, azt gálod. És akkor hogy teleportálod? Hát rákattintasz valamelyik ilyen kék cuccra, és akkor ott van, hogy ugrás a helyre a szó köz. Rákattintasz valamelyikre, amelyik szimpatikus. Megvan. Mennyire lehet azzal a kis vetőgéppel gyorsan haladni, Ádám? Nem ennyire. Majd kiüríted belőle azt a szart, azt próbálunk majd kövi hónapban majd, vagy a izé következő vetésre bérelünk egy nagyobbat. Mert tényleg szar. Vagy megnézem, hogy... Mondjuk ameddig... Kicsik a telkek, meg kevés telek van, addig nincsen baj. Persze. Ez a klat kombány is jó, csak kellenénk 30 olyan kombány. Autók. Ülcsülök itt egy kicsit. De találtál ma olyan collectible-t? Nem. Azt keresem. Felszálltam a hajóra.
Vigyázz el, ne vigyen. Ki van kötve? Azt itt egy pont egy pékség van, ahogy ide érünk. Jaj. Ott megy a vonat. Ja. Tudok öngyilkos le? Én, hát nem. De viccesen néz ki az, amikor beállsz elé traktorra. Hát ment rajta majd vonat. Egész jó, 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 egész jó hangod van ahhoz képest. Na, híd alatt vagyok. A híd alatt, a híd alatt, a vonat híd alatt. Na, hát a kénység most ilyen korlaktöbölt egyébként. Be van rakva az az út, vagy ez? Hát az gyári. Értem. De ezen a pályán nem lenne, az mondjuk elképzelhető, hogy csak a másokon van, bár nem hiszem. Úgy. És multiplayerben is működik, mert már nem is találtam. Ja. Lehet, hogy a bár nem tudom, hogy hol vannak. Mondjuk megmondom az őszintét, a másik izébe se, a másik térképen se is csak így random belefutottam ilyen mezőszéli helyeken. Bevásárló kocsit már találtam. A vasba le lehet adni azt, hogy akarom de mondani. A híd alatt amúgy. Igen. Lehet összeszed? Nem. Egy random ház, de még nincsen semmi. Vagyis. Srácok, valaki tudja ebbe? Itt nincsenek ilyen összegyűjtető vaskok? Miközben itt vagyok fent a 17-es földnél. Kikállok. Hopp, itt egy agregátor. Ez akkor farzsebbe berakjuk. Jó lesz horgászatra. Agregátor? Én is találtam olyat. Nem, itt szerintem nincsenek ilyen összeszedhető tárgyak. Itt a vasút is nincs. Megszaladok vissza a töltésen. Elnézést. Elnéztem. Gyere szívom a kukoricárba. Miért is? Fogóckázom. Nem kell neked tudni. Ezt már lehet törni. Elbújtam. Gyere, már föláll. Térképen nem ér csalni. Figyelj már, kiraktad a 18-as karikát. Nem az áll fel a kukoricát, letaposom, azt mögöttem föláll. Jaj már, te rossz vagy. Mire gondolod? Vagy. Én megyek a nagy testemmel, és nem férek el a kukorica sor közepén. Hát ez a játék nem tudja, hogy én gyerekkoromban hogy tudtam sprintelni a kukorica sorba, érted?
Még a levélesre, de olyan kis izé vékonyra össze tudtam guporodni, mint Sonic. Úgy átmentem, úgy átszaladtam a kukoricán, hogy még a kukoricának a levelese izé csörrent meg. Jó van, de te vékonyabb voltál, mint Zoé. Hát nem voltam vastag gyerek, meg még le is hajoltam, aztán úgy egyébként javottál lehet, mert hogy köztudott, hogy a kukoricának a töve annyira nem leveles, mint a teteje. És ezért úgy el tudtam futni, hogy... Mint a szél. Na, azt mondom. Azt mondom. Ha szeretnéd a nagy vetőgépünket, most ez egy 6 méteres vetőgép, ugye ennél egy 15 méteres tudunk, az 206 000-be kerül. De a bérleti díja az összesen jelenleg 10531-be kerülne, és onnantól kezdve naponta 2065 euró, ugye az minden egyes alvásnál az a 2065 eurót levonná miatta, meg üzemóránként 4336 euró, ami azt hiszem az üzemórát itt a játékban real-time órát számol. Tehát nem játékban eltöltött órát, hanem a konkrétan real-time óránként 4336-ot. Nem hiszem, mert na mondjuk lehet, ma a traktorban 1,1 üzemóra van. Hát az körülbelül ott vagy, mert egyébként 1,31 órája megy a live, és még elkezdtük, meg mit tudom én, még megvettük, és azóta meg már akkor egyébként, ja. Azóta nem telt el még annyi, bár mondjuk egyébként az időt azt amúgy, így tehát hogy így mellékeltem, azért ezt az ötösre fölveszem. Úgyhogy egyébként az 2000-be kerülne. És megnézzük, hogy mennyibe kerülne a bekatakarítógép, hát ha most már megmutatja nekünk, ha mondjuk a Class Lexiont nézzük, aminek már ugye van egy élhetőbb 10 méteres vágóasztala. Ha ennek a bérlését nézzük, ez jelenleg 18 000-be kerülne, a naponta 3500-at venne le, tehát a kettő venne el, tehát egy betakarítógép és a vetőgép venne el, körülbelül ilyen, mit tudom én, 5000-et naponta alvásonként, de üzemóránként viszont 7500-at. Tök érdektelen dolog, de felmásztam az egyik tetőre. Fedezd fel csak a játékot nyugodt. Tehát, hogy az én a lényeg, vagyok. Az a lényeg, hogy itt ennyiért ki tudnánk, és most ki tudnánk bérelni, mondjuk most nem, nyilván most nem kell kibérelni a kombányt, mert ugye nem, nincs arató szezon, viszont a vetőgépet ki lehetne. Hát szerintem ne bérelgessünk. Majd jó, csak még van egy föld, amit be kéne vetni, tetszik érteni? Uh-huh. Az a szar, ami meg ott pörög, az meg havonta elméletek 60 000-et kéne, hogy hozzon. Nyilván van alapból hát mindennek fenntartási költsége. Tudod jól a saját appunkról, hogy ez nem hoz annyit, amennyit ígér a játék. Ez persze így van, de ugye azért nem ahhoz, tehát hogy nyilván az attól függ, hogy mennyire szeles az idő, vagy mennyire nem. De hogy így most így hirtelen nem, tehát hogy na, kéne akkor is még valami, hogy haladjunk. Hát jó, hát akkor bérelj egy nagyot, hát. Mindjárt megyek. A kombányt azt elég lesz akkor bérelni, ugye, hogyha ha ugye adatunk. Mert azért én ezzel gyorsan beültetem szintén repcével. Nem türelme. Jó van. Átvágunk. Mit csinál? Itt-itt-itt, semmi. Csak én közben hallgatok streamet is. Ja. Nem értettem, mit mondtam amúgy, de akkor lényegtelen. Rendőr elment túl szét.
Ja, kellemetlen. Ja, nem, csak gyakorolnám. Ádám ezen a mapon talán valahogy jobban érzékeli a játék a vetőgépnek a izéjét amúgy. Neked ez megvan? Hogy mi? Jobban érzékeli a vetőgépet, nem kell annyira közel állni és tudod tölteni. Ja. Ezekből a silókból. Nem tudom, mert töltöttétek ezt. És akkor kiválasszuk a röpcít. Akkor én most mit csináljak? Unatkozni. Egy pillanat, igen. De vethetsz, ha gondolod, a nagy vetőgéppen. Ezzel egy kicsit azért már könnyebb lesz. Hát, ha kicsibe fordul, akkor nem, mert akkor azért azzal lehet ám szívni. Kipróbálod, Cia? Menj egy csak. Jó alapból egyébként, az a nehéz egyébként ezekkel a gurulós traktorokkal, hogy ugye ez a szántáson egyébként úgy dobálja, mint a húzat. Nem tudom, nekünk ugye a másik izébe ott ugye ez a hernyó talpast, azt ennyire nem hagyigálja. Nagyon dobál amúgy. Hát ugye már szántás. De az még így sem mondanám egyébként realisztikusnak ezt a dobálását, hogyha realisztikusra lenne csinálva, vagy realisztikusabb lenne csinálva, bár mondjuk ez attól függ, felénk azért ennél nagyobb barázdákat szoktak nyomni. Hát jó, de attól, mert a textúra nem adja ki, attól még lehet, hogy amúgy a mélysége az realisztikus. Annak ellenére, hogy nem úgy látod. Jó, lehet. Menjek neked segíteni, vagy be tudod fejezni? Nem, ez már kész van. Igazándiból mindjárt ez is. Szívem, ha a ház elé mész, akkor ott van egy I betű, majd ott kéne aludni. Majd szólunk, jó? Nagyon jól tudok aludni. Olyan jól tudok aludni, igen. Az nem I betű, te felkiáltója. Igen, hát az fordított I betű, nem a felkiáltója. Hú, te. Mondjad. Fú, tudod mi jutott eszembe? Sütőtöket akarok enni. Mit? Sütőtöket. Van. Kint a ízében. Ja, tudom. Mert stream után. Streamben nem eszünk, mert elrontom. Azt mondják. Igen. Nem szabad stream közben enni. Pedig az, amikor még azt streameltük, hogy főztél. Már emlegették, hogy várják. Igen. Uh-huh. Itt jelenleg elromlott az összes olyan kameránk, ami ott volt, úgyhogy... Tényleg. Nem fog, nem feltétlenül fog működni. Mert se a izé nem működik. Kis kamerák. Mondjuk nem az összes kamera romlott el egyébként. Csak az egyik. Ami a lényeget vette, a kaját. Ezzel azért majd egy kicsit könnyebb lesz a vetés a következő. Hát az is repce lesz valószínűleg. Szerintem most nem nagyon lesz egy földcső parlagon hagyva. Letoltad azt a kicsit, ami elpattant? Aha. Jó, köszönöm. Tök cuki amúgy az a vetőgép is. Kiskertre jó lesz.
Már csak 10 másodperc szívem. Jó, felőlem mehet az alvás. Nyomhatom? Aha. Mennyit? Hát egyet csak ott az alapot 8 fogad, de óra? 8 óra. Gyatom. MCDC-tom. Megoldom. Látod, hogy zizizek, igen. Zizizáltál, és alig várom, hogy december legyen, hogy lásd a havat, amúgy itt is január-februárba esik egyébként. Nagyon jó. Király, és kaptunk 10 000-et, de ugye nyilván itt azt mondjuk, sose nézzük a 10 000-et, mert itt mindig problémás ugye az első hónap, mert hogy nem. Mikor kapok fizetést? Mit szeretnél itt a játékba adni a fizetésedben? Autót. Házat. Ott a ház előtt. Ház az ott van előtted. Hát, de most két pasival megosztani, ne haragudjál. Járt körbe a házat, tudod hány szoba van? Nézzél be az ablakokon. Nem az a lényeg. Na, amúgy meddig kell aludnunk? Hát eddig egyébként, mert most veszünk egy műtrágyaszórót. De azt kéne megnézni, mert ugye le kell trágyázni, hogy ugye jó legyen. Most permetező, tehát műtrágyaszórót kéne venni. De úgy kéne venni műtrágyaszórót, hogy ezt a nagyot kéne venni. 85 ezreset kéne venni. Lehetem a traktornak a tetejére. Uh-huh. Most elindulsz. Nem. Kimegy alulra. Kimegy alulra. És így, ha sétálok közben. Mennyi kell lehet? Nem mondja. Az a baj, hogy... Az a baj, hogy kell nekünk egy keskeny gumis traktor. De az elég lesz egy pici. Ezt Marcsnak megveszem, ezt a kis traktort. Várjál, van akciós traktorunk? Van. Ezt ócsón, ezt nem tudom bérelni, csak megvenni. Nem jó. Akkor nem kell. Kis szar kéne, amivel látom húzni azt a vackot, és keskeny gumis. Nem rózsa, hallod? Nem rózsaszín. Nem, semmi rózsaszín nincsen. Nem ülök bele. Nem? Köszönöm. Lila maradhat? Igen. Jó, hát ez 800 napon, tehát ez sima. Na, föltöltünk, lepermetezem, lefújom az egészet. Leszórom az egészet. Épp volt. Lefújom az egészet, mindjárt szeptember van. Egyébként akkumulátoros traktorok vannak egyébként, de mi nem használunk akkumulátoros traktort. Van amúgy. Elektromos trakesz. De majd mindjárt megnézzük a boltba, hogy mennyi adják az elektronos trakeszokat. Nem egy kifizetődő történet amúgy. Ezt tették. A lila? Uh-huh. Jaj, csini. Csini, akkor kell. Leszórod? Leszórhatom. Mit? Ne, várjál, még töltődik. Jó, bocsánat. Elméletileg R betűnél töltődik, nem? Ha nem, akkor nyomja még egyszer R betűt.
Nem töltődik. Töltés, Azaz. aha. Jó, most tölti. Várd meg, még föltölti. Még van a silóba 8000 liter, úgyhogy ezt várd meg, még az belemegy. Ez elég nagy szélességben szór. Majd az N betűvel tudod rázárni a kupakot amúgy. Ha. Látom, ponyva zárása. Hány százalékon vagy? 67. Jó, hát És akkor abba is menni. hagyta. Igen, mert kifogyott, mehetsz. N betű? Ja. Zárhatom? Igen, igen, igen. Jó. Igen. És akkor mész a földön szembe veled egyenest. Igen. Erre a 40-es földre, valahova ide álljál be. Ahol Van egy én. kis probléma. Igen, tolass hátra. De előre miért nem tud... Azért nem tudsz venni, mert ennek forog a hátsó kereke, és tolass hátra egyenesen. Mert ugye ahogy forgatod az első kereket, ennek ellentétes irányba forog a hátsó, és szépen egyenesen távolodjál tőle. Ne kanyarodjál, mert akkor neki húzod a hátulját a izének, silónak. Egyenesen mennyi. Ezzel a traktorral rá kell menned a földre, és rámehetsz. Úgyhogy egyenesen tolass vissza szépen, és egyenesen mennyi a földre. Ide, erre, ide, ide, gyere felém, gyere felém. Jó, és gyere felé. Na? Fú, de beteg erred már. Várjál, hogy hadd szedjem ki. Nem? Megvan. Nem, nincs mi. Hogy nyomkodja a karaktered a pedált, ahol? Erre van egy B tervem. Köszönöm. Jó. Attól fogsz elférni. Jaj. Ha? Várj, hát lendületből kell neki menni, úgy mélyebbre csúszik. Akarom mondani! Aha. Nagyon ügyes vagy. Sikíts. De ne tolass vissza, mert akkor felakad, marad, nyomd a gáz, azt lökle. Mindjárt. Nyomd a gáz, nyomd a... Oh. Na. Szépen menjél rá a földre. Nyomd meg a B betűt, az gáz. Jó, mennyi nyomassad, mert folyik belőle a cucc. Ha fölülnézetből jól kitekered, de úgyhogy nagyjából mindenhol jusson, jó? Mert nézzük a térképen, hogy csinálod. Méz kell hozzá, nem érdekel most. Szélén hagyol. Úgy nem gazdaságos. Látod, hogy nagyjából hogy szorsz. Az a lényeg, hogy próbáld úgy csinálni. Egyébként változik a földnek a textúrája, hogyha fölülnéz, tehát hogyha jó kitekeret kizumolsz, és fölülnézetből nézed magadat egyébként, hogy ezt csinálod, akkor látod, hogy a textúrája megváltozik a földnek, ahol műtrágyászol, de ha nem tudod, akkor add ide azt, akkor lenyomjuk gyorsan. Na akkor gyere. Ó, anyám. Szállít, jó, mondjuk egyébként nem eszik sokat, tehát ugye amúgy probléma, mert tényleg alig megy a 6, 5, 4, 3.
Okos műtrágy szóró. Okos műtrágya szóró. Komolyan. Erre tényleg gazdaságos egyébként. Ezzel tulajdonképpen egyébként oda-vissza egy izékör, de mindjárt aludhatsz megint egyébként. Még elmegyek, még meghúzom ezt az oldal, vagy a másik oldalt, azt akkor mehet a csücsú. Itt is akkor szerintem én már igazán. oda is állok. Jaj. Mi ez, jaj? Hát, ez egy túlkormány, de azért nagy súly van hátul a gépen, aztán ennek kéne egy tőke súlya egyébként. Kéne egy súly az elejére, hogy faszta legyen. Meszezni meg most nem meszezünk, majd a következő szántásnál meszezünk, mert most az nagyon drága lenne nekünk a mész erre a két kis földre. És nem kell az a 2% plusz bónhozam, az most azt bevállaljuk, hogy nem kapjuk meg. Azt hiszem annyit számít kettőt. Jó, hát ezt nem fogom tudni elhúzni amúgy kettőbe. Azt nézem. Tök mindegy, ezt háromba kell húznom. Akkor még egy perc. Én várok. Én kivárom az alvást. Hú. Én is. Na, ma se kell majd altató amúgy. Altató? Nem, mint a élnék altatóval. De mi annyira gyengék egyébként, azt tudom mondjuk, hogy az elektromos traktorok, ugye azok a izék, azok a kis traktorok. Tudom, hogy nem feltétlenül erősek. De hogy csak arra jók, hogy füvet vágjál velük, az kész. Elektromos szutyka. Na, hogy halad a izé? Mizé? Erre, mert amúgy a 38-as föld az valamiért az fúra volt ránya, ez aztán nem is kellett volna. Azt nézem. 30 lóerős. Hát azt az mi? Mondjuk a izé, de az elektromos traktoroknak annak a nyomatéka lehet egyébként a jobb, nem? Mármint, hogy az elektromotor az nyomatékosabb, vagy nem? Ádám, te vagy ilyen motorszakértő, mármint úgy értve, hogy szerintem motorok. Nincs itt. Hát szalad a elektromotor. Mert hogy ugye az elektromotor az azért jobban leadja a teljesítményt, nem? Vagy gyorsabban? Hát inkább gyorsabban. Nem is az, hogy jobban. Munkabírás számít. Hát nem tudom, azt amúgy, most hülyek, nyilván ez egy nagyon buta kérdés lesz, de most beállok a benzinkútra és az elektromos traktorra és megtankolom? Mármint hát játék technikailag. Nyilván mechanikailag nem. Készen vagyok. Lehet, hát de vannak már nagy traktorok, amik elektromosak? Hát nagy feltétlenül nincs, de van már hát, a játékban. Csak széről tudok, fűnyíróról, ami elektromos és viszonylag nagy. Traktorok vannak már, itt a játékban is van már elektromos traktor, tehát ezzel a 2000 persze már bekerült, a kis traktorok között van, nagy traktor nincs, de megnézed, akkor van kis traktor, az elektromos, írja is, hogy amúgy elektromos, közben van itt is szél. Milyen szépek a fák! Hát mondjuk most a Fedentről találtam YouTube videót, ja, ezek kicsik.
Ez elektromos, azt hiszem. Ja, igen, írja is, hogy elektromos. Ez 68 lóerős, ez a Rigatrack. Ez elektromos. Ez is elektromos, de ez nem mondanám úgy traktornak. Azt itt egyébként be is fejeződött, ez az egy kis rigatrakos elektromos kis traktor van egyébként, ez a kis pici. Amúgy kurva jó néz ki egyébként, de hogy így ez ilyen kis izé, Mi kis... az? Hát ez fajn, de mit tudod mi még a izé? Ez a brut, nem? Ez hatalmas, ez a szőlőtraktor. Ez kész, ezen kiégtem. Hát ez tudod mi jutott erről eszembe legelőször? Mint a Harry Potterben vannak, tudod, amikor összenyomják a izit, tudod, jaj, tudom, a kóbo, a kóbo, azt. Na, mennyi pénzt kaptunk? Nem sokat, mi? 44 ezer van a kocsában. Jó, hát most igazándiból lehet aludni, mert készen vagyunk. Ennyit aludjak. Még azért pár hónapot. Itt mi van a 41-esen? Lehet, hogy az majd a lesz több pénzünk a 41-es, ez aratható hónapot. Lesz. Hát most alszunk egy párat. Jó, cukorrépa. Szívem, akarsz cukorrépát szedni? Azt írja, hogy 9 órát. 5 órát, 6 órát, 7 órát, hát 8 órát. Ott nem azt írja, hanem az, hogy holnap meddig alszol. Tehát ott azt kérdezi meg, ha jól emlékszem, hogy holnap 8 óráig alszol. Erre azt kérdezi, hogy meddig szeretnél aludni. Tehát holnap 8-ig alszunk. Ádám elutasította. Nem, elfogadtam. Én is. Most nem fogsz tudni. Alvás jelenleg nem elérhető. Igen, neked, de majd én megyek. Nekem sem elérhető. Fogadjátok el azt a szót. Valami szinkronizációs hiba lehetett, mert amúgy a kezdőkép az elindult. Igen, amúgy. Egy pillanatra. Még forgó kotrót láttak akkumulátorodban, az is kemény lehet. Na, ez már 17 ezeret hozott az apja, ez a hónap. Van igazándiból, mehet a következő alvás. És akkor én meg gyorsan pisirek egyet, megint valami van. Sejtem, mi a baj neki? Mi a baj? Most próbáljuk? Nem. Mert egy órára volt állítva. Ja, mert hogy te 9 volt állítva. Aha, azért, mert csak 9-ig aludta akkor. Most 8-ra van. Ja, úgy igen. Ne állítsd, az mindig hagyd a lap értelmedet, mert nem számít. Ez mindig a második nap. Wow. Nem tudom, én annyira ebből az elektromos dolgokkal nem vagyok oda. Na most ez 30 ezeret adott ez a nap, azért ez nem rossz. Aludjunk megint? Mi szereted a pick-upokat, szívem? Mit? A pick-upokat. Mi fáj? A pick-up autókat szereted? Azt mondtad, hogy kell a fizetésed, autót akarsz venni. Ja. Van autó a játékban, és most akciós az egyik. Hát ha tetszik neki, ha nem, más nem fog venni, csak azt. De hát egyébként lehet, még mindig van a pick-up a legdrágább autó, ami le van akciózó, és az összes többi még mindig olcsóbb, mint az akciós ára a pick-upnak. Tehát, hogy belemész ott a P betűt megnyomod. Látom a streamet. Ja, tehát melyik autó kell? A pick-up, vagy a zöld, vagy a piros, vagy a régi pick-up? Az a baj. 45 ezeres az még úgy, ahogy jól néz ki. Az van akciós. Ezt használtam.
Milyen színű felnit szeretnél rá? Figyelj, már értem én, hogy férj és feleség vagytok, de látod, hogy mennyi a kasszánk? 83. Ne vegyél már! Ne hülyéskedj már! Nem veszünk autót. Jó, hát azt hittem autót. Eljön majd az idő, amikor lesz autó, de még most orba verlek. Autót veszel, amikor nincsen semmink. Itt nő, itt nő, hát... Te hozzam, hát jó van, majd, hogyha 80 értékesítettük, hát már nem kell úgy nagyon fordni másra a pénzt. Jó van. Kiveszi a kasszából a pénzt, bassz meg. Amúgy a kasszából szeretném össze kéne gyűjteni 141 ezeret és a 19-es földet megvenni. De na, az most... De nem, az a baj, hogy azt már nem veszünk rá, mert betakarították róla a cukorrépát, úgyhogy azt engedjük el. Majd a következőnek. Aludjak, ne aludjak? Aludhatsz, persze, december van. December, legyen január. December az nem volt hó. Nincs, itt a játékban szintén decemberben volt, hanem január-februárban lesz fó. Na, már eszük is. Szép. Lehet venni hókotrót, meg sószórót, azt takarítani az utakat. Igen, az lesz az én játékom. Hát ez nem nagy hó. Majd mindjárt lesz pannolt összük. És csúszkál az autó. Én meg most nézzétek ezt a havat egy kicsit, mert elszaladok pislantok. Esél havacska. Esél havacska. Legalább itt. De jó, még ahogy futok, a futásnak is ilyen ízés hangja van, úgyis tényleg hóban futnál. Szépen. Havazik. Ja, itt vagyok, bocsánat. Nem találod ki, hogy mit néz a lányod? Mit néz? Minket. Igen? Ki az olyé? Nagyon nevet oda át. Na, szóval, igen, egyébként aludhatunk amúgy. Elláttatok innen a traktorra? Hogy ropog a... Hogy ropog a... Lehet ruhát cserélni? Aha. Hol? Ne idegesíts, nem tudod? Ja, megvan. Menj be izéhez. És csak milyen csini lettem. Várjál. Éppen valami melegebb ruhát szeretnék felvenni, mert ez... elég hűvösnek tűnik.
Hát nem tudom, én ebben az összesbe megfagynál. Veszük a klasszost. Igen. Uaj, neked van ilyen ízés, Lucid? Hagyjad már. Jó. Alapok is vannak, csak nem jó, mert akkor kopasz lesz a karakter. Na. Csúcsú. Nézd már, hogy dirigál a főnök. Alvás, kész. Te akartál aludni. Február is nincs havacska. Maru. Van még? De van. Szóval. Kell vizé? Aludni még? Igazándiból pillanat. Ment a játék. Igazándiból április-májusig kell aludni. Nem tudom, ugye megnézem, hogy mi a izé. Március lesz, ugye? Vagy június, július, nem tudom. Augusztusig ráadásul, augusztus. Nem, ó, anyám. Nem, júliusig kell aludni, úgyhogy még csúcsuljunk. Ugye megnézzük közben amúgy. Ugye nem nagyon nézem most a kedvezményeket, hogy milyen akciók vannak. Mert Ádám megöl, ha vásárolok valamit. Nem, nem erről van szó, hogy valamit. Hát nem, ha olyan... Észszerűen tessék vásárolni. Ah, na, az elektromos traktor most akciós 23 ezerért. Nem, minek neked elektromos traktor? Nem kell, csak mondom, hogy akciós, de van egy John Deere is 161 ezerért akcióban. Bocsánat, menübe voltam. Pillanat is próbáld újra az alvást. Ízét akartam, igen, azt, hogy ebben mi van most. Betakarított cukorrépa, az nem érdekel. Jó, aludhatunk. Vannak jó akciók, mert van, ha akcióba vásárolsz, akkor akár ilyen 50-60, talán 70%-os kedvezménnyel is tudsz megvenni dolgokat. És ha épp olyat akcióznak le az adott hónapban, akkor az menő. De most semmi olyan nincs. Áprilisnál tartunk, ugye? Nem tudom. Hát túl ne aludjunk túl sokat, mert akkor meg lerohad a vetemény. Ja, azért most mondom, hogy nem akarok sokat aludni. Most virágzik, úgyhogy még szerintem június, jó, még kettőt kell aludni. Még egyet biztos, mert még csak virágzik. Olyan lesz, olyan bevétel lesz ebből, gyerekek. Például mondjuk, ha találnánk akciós nagyobb futót, akkor talán jó, nyilván nem ilyen másfél milliók, mint amik nálunk vannak egy. Oké, aratható. Aratható. Aratható, akkor. A történet a következő. Ádám. Megfelel neked ez a 10 méteres klassz kombány? Hallod, én levágom ezzel a kicsivel, és csak kb. Leunjátok az életeteket addig. Azért kérdezem, hogy neked az megfelel kombináció. Akkor mennyi vedd át a izében? Vedd át a boltban. Szívem, akart aratni? Jó. Gyere. Csak tudod, mi a gond? Mi? Az, hogy ez szerintem kell egy futó. Mert? Nem, elférek. Éppen, hogy.
Hol így látom, hogy tele vagyok-e? Kilométer óra alatt. Ott megyek is százalé. Belső nézetbőre tök jó csinálni egyébként, mert kicsi a vágóasztal. Azért szeretem egyébként a legjobb. Régi, Istenem, régi. Tudod, mit nem vettünk még? Na, mély levegőt? Nem. Magas nyomású mosót. Minek az? Hát nem látod, milyen piszkos már a gép? Hát jó, hát az majd lesz véve valamikor, amikor már majd tudjuk, hogy hova tesszük. Nem szépségversenyre megy a cucc. De meg ne ugrálj már fel a gépre. Véletlenül learatlak téged is. De ezt most csak bérelted, igaz? Mhm. Uh-huh. Ha megnyomod a home gombot, akkor el kell villogni rajta a villogó. Nagyon jó. Nem fogom megnyomni. Ádám már mindjárt végez a másik téren. Na mi az, ez jobb azért? Hát nyilván úgy 5,5 méterre. Nem, többen. Megnéztem ma már az akciókat. Jövök addig szántok utánatok. Az komoly. Mi? Közben én hallgatom Lankert is. Ja, értem. Jó, már rájöttem, csak késő volt már. Igen, mondjuk ez a tipikus az a chilles játék, ami közben lehet egyébként tök jó izé filmet nézni, zenét hallgatni, meg ilyenek. Ha már, apropó, ha már, film meg zene hallgatás, ebben mi van? Ez még növekszik, ebben milyen termény van? Ebben az a rózsaszín van, az mi? Cukorrépa? Hát az akkor ott rohad meg. Nem ők hajlandó cukorrépázni. Hú, bakke, most én lettem a izé, a múgye. A semmit tevő munkakerülő. Menni kell valakit leszíni? Szívesen leszívom. 45%-a mondjuk. Ádám? 36. De ne aggódjál, bele fog férni az egész terület. Az baj. De azt tudod, hogy nem a nagy kombájn, ami nekünk van a másik. Tudom, kisebb verziója. Na, aratást bármikor vállalok. Sokkal jobban megy.
Lehet fordítva kellett volna, hogy a kis telket vágod a kis géppel, de igazából úgyis mindegy. Lényegtelen, úgyis átmész majd a nagy nagyra. De, ja, egyébként. Lehet, hogy célszerűbb lett volna, de én álltam oda amúgy. Mentségére szolgáljon, én voltam az, aki elkövette ezt a... Voltál a lúdas Matyi. Én voltam a lúdas Matyi. Van itt minden. Lúdas. Jaj, alfaszkodom. Igen. Kicsit, aha. Mindjárt jó lesz. Még tanulom, hogy hogy kell egyenesen menni. Igen, ez könnyű. És akkor igazándiból most ezekkel a felszerelésekkel bírjuk ki, és akkor a következő 750 ezernél megdobjunk le még egy erőművel. Legyen az a tax. Nektek jó. És akkor addig meg rásegítünk még itt ugye az ültetéssel, a pénzgyűjtéshez tulajdonképpen. Mert feltétlenül, vagy vegyünk egy pici sírót, hogy tudjuk hol tárolni a terményt, hogy jó áron adjuk el a vonattal. Megmondom őszintén, hogy fogalmam nincs, úgyhogy kéne. Ugye jobb áron adod el. Azért nem feltétlenül mindegy. Azért most már nem azt mondom, hogy hány, mennyi van neked a tartályban most? Erről a földről? 7004. Na hát akkor szerintem egy ilyen 8-9000, meg a másik földről is szerintem lejön egy ilyen, mit tudom én. Nem tudom, mennyi jöhet le arról. Vagy 10-15000. Ugye még majd megszórjuk mésszel. Még itt szántás után. Ja. Hol a mészállomás itt? Hajt feldolgozó, érted? Mészállomás itt. Ó, nem is messze van a mészállomás, itt a 36-os földnek a sarka. A zsír. Jaj. Bocsánat itt a nyikorgásért, csak helyezkedem. Mennyi lett belőled? Láncem. Ez már jobban adta, mint a kezdés. Persze. Mondom, még most lemeszeljük, mert mész kell hozzá. Meg hengerezés nem kap egyébként. 87%-on vagyok.
Jaha. Na most már jöhetsz duplát is szívni. Az a baj, srácok, hogy nekem le kell tennem egy silót, mert nem fogom tudni hova tenni, és nem akarom eladni még most. Úgyhogy melyik a legolcsóbb siló? Ár szerint van sorba rendezve. Tároló siló. Ez nem az a siló szerintem. Nem bevállalnám, de 117 ezer legolcsóbb silónk. Jó, 96%-én, mert nem indulok el a következő sorra. Úgy O betűt nyom meg, és mindjárt megyek lesz írva. És akkor eltároljuk. Ugye, Ádám... Ne nézd a ízét, az arrotást olyan, mint az ökörhúgyozás. Ja, itt izébe? Jó voltam. Figyelj ahhoz képest, hogy most játszol életedbe először ezzel a játékkal. Egész korrekt. Meg van, hogy eltévedtem. Vaj, milyen kis csecsebelülről is ez a trakesze. Ahhoz képest, hogy elvileg, na mindegy. Hogy? Nekem. Mi van ezzel? Mi tesz a traktort? Mikor mondtam én, hogy ezt neked vette? Ja, bocs. De tényleg mondtam, hogy neked vette? Nem, csak azt hittem. Ja, azért tettem, azért festettem lirára? Aha. Igen, van benne valami. Magunknak vettem, látod, itt lesz mellettem ott ülni. Kicsit előttem. Jaj. Rott a hely. Hova mész most? Izélni. Mészért. Mert le kell beszélni a földeket. Ádám. Hozod ide neki a... Ja, te elindultál, én azt hittem, hogy te azzal mész. Akkor már megyek. Nem, hát csak láttam, hogy még szánta, azt mondom, akkor legalább magamnak idehozom addig. Jó, 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 na, bocsásson meg, na, azt hittem, hogy utána lemész Marcihoz is tovább. De akkor már itt is vagyok, bocsánat, és elfelejtettünk villogót tenni. Útban leszek? Nem leszek útban. Nem. Úristen, nem tudja, mit jelent ez, hogy bártelezés. Jó, van. És akkor... Várjál, mert ezzel nem lehet tolatni a darabfutóval. Most ki kell szállni és lapátolni kell át a... Mert ez nem tud. Persze. Hogy... Motort indíts be az Enterrel és akkor úgy akkor... Hogy így automatikusan... Hát hivatalosan amúgy itt a lábadnál van egy taposó egyébként. Olyan retkes a dolog, ott a lábadnál van egy taposó, itt a sarkon, itt az üvegnél, az a leeresztő gomb egyébként a kombányokban. Nagyon jó, mindjárt megtelik amúgy. Mi? Hát így nem kéne mozognod, mert hogy nagyon egy helyre megy. Ja, az ki egyenesíti magának. Persze. Elfér még bele, fér egy csomó. 10%.
5-3-2 is. 95%-on van még a futó. És akkor? O betűvel visz, nagyon szép. Nem megyek még vele, vagy megcsinálod általán? Nyomhatod amúgy lényegtelen, melyik őtök a várni. Vicces amúgy, tetszik. Hát próbáld ki a nagyot. Jó, hogy oké, a kicsivel is. De hát, vagy kipróbálja a nagyot, amikor lesz, hogy én ebből ki nem szállom. Vissza nem ültetsz a kicsibe. Azt felejtsd el, erre azért már a ülés felvette a seggem formáját. Már kényelmetlen lenne nektek. Azt mondom, menni kell másik komment. Na, szóval megyek Mészért. De egyébként szívem, hogyha szeretnél még hasznos lenni, és kiarattad magad, akkor ott van a nagy eke, és szánthatsz, amit most vág. Jaj, Ádám. Nem akarok szántani, az nem nekem való. De az még jobb munka, az jobb, mint a vetés. A vetés a legszarabb ilyen szempontból. A vetés még nehezen látod, a szántásnál itt nagyon látod, hogy mi az, ami meg széles, ez nagy. A nagy gépekkel jobb dolgozni, azt majd rájössz. Eddig kis gépekkel dolgoztál, dolgozzál nagyjal. Nagyjal dolgozni a legjobb. Itt a játékban nagyon is a méret számít. Ültjük a mececkét. Hát nem töltöm tele, szerintem ennyi elég lesz. 55% így is belekerült 1800-ba, vagy tőcsem tele, nem olyan drága. Tudom. Menjen tele. Igazán mondom, 4000-ből tele töltöm, mert 1800 volt ilyen 50%-ra, úgyhogy... Ja, Colin, na mit? Ja, hát ilyen családi farmingodásban fulladt a mai este. Ija. Nem mondom, hogy nem nyög alattam ez a kis lila vacak. Hát már ilyet kell venni. Ez volt ócsó, jó? Ócsó. Kicsi ócsó. Tudod, minek örülök, hogy a gyerek még nem jött rá, hogy hogy kell írni a csetre. A leszívó kisasszony, már akarom mondani, a leszívó uraság merre van? Ott parkolok a idén. Éppen messzezek, hogy tudjunk vetni. Mert hogy a hónapban még vetni is kell. Aha, a partnak lefelé azért megindul. Nem júliusba kell vetni a repcét. Na, mikor veted a repcét? Jövő hónapban. Augusztusban. De addigra meg kell csinálni a izét neki. Meg kell őke készíteni a fődet. Föl kell szántani, be kell meszelni, hogy majd a izdékon vész vetni, addigra már jó beszívja a föld magába a meszetet, ez nem úgy megy. Bakker, én le nem lassulok-e? De állj el, én, mert ezen nem állok, mert soha nem indulok-e. Hát megállsz, bazd meg. Jó, de jó helyre, na. Elfelejtettem bekapcsolni, nem baj, akkor majd elkezdik innen a végén, de én meg nem állok, mert soha többet nem gyorsulok fel ezzel ennyire. Most a végén mit csinálsz, majd kiugrasz a traktorból, vagy? Melyik végén? Hát te lent a fasorna. Ha megfordulok.
Nem adja ki. Jaj, Istenem, szegényt rakett. Nem baj, mi szeretjük. Ne beszélj több számba. Én szeretem. Kis cuki. Lila. A lila az szép. Cuki. Kivéve, ha a szemem alatt van az a lila. Nem szép és nem cuki. Mondanék valamit, de... De igazából nem, mert a BMW is lila. Igen. Hát gyári színkód alapján, de hogyha... Ha ránézel, akkor feketének mondod. Napfénybe kéknek, de amúgy a gyári színkódja alapján lila. Ez szép. Nem mondtad volna meg róla, mi? Nem. Nem biza. Ó. Oh. És veled mi zukkoli, vagy kérdeztem már? Nem? Tántok vetek. Nati! Intézd el a dolgodat gyorsan. Ne így zörög. Köszönöm, nagyon rendes vagy. Hagytam el egy kis foltot, visszafele levágod. Persze, ha megtalálom. Egyébként, ha nem akarod kikapcsolni az aratószerkezetet, akkor csak a V betűvel tudod emelgetni, nem tudom, rájöttél-e. Írja itt nekem mellette. Vannak olyan extra funkciók ilyen különböző gépeknél, amiket nem ír, de azt majd, amikor ott tartunk, majd mondom. Ennyi. Készen vagyunk. Na hát akkor ebből mennyi lett? Hány liter? Hát tudja. Nálam van most 5054. Nem tudom, én egyszerű rétettem már. Ugye én is. Jaj. Hát ha beleöntitek a silóba, vagy ha kitöltitek, de egyenesen a silóba is be tudjátok önteni. Ez hogy? Hát úgy ásod, ahogy a cső a silóba. Nem bírod, mert nincs annyi helyed. Oldalról nem tudsz odállni, ha rátolhatsz vissza a túloldalára. Hát nem, mert ott van a vetőgép, meg ott van a valamelyik siló. Tehát akkor nem kell mozgatnom, a játék magának kiegyenlíti. Ja. Jó. 9% még maradt. Tele lett a fotó. Ez jó. Azzal a kicsivel szerintem Marci oda tudsz állni. Próbáld meg. Maradjunk már a show-nál, köszönöm. A csillám. Az is jó. Várja, mindjárt kijöntöm. Megcsinálod? Ó, jó.
Várjál? Hát próbáld, nézzem meg. Engedélybe! Pa. Mi ez a sok doboz itt? A perme, permetező gépből a műtrágya, csak ugye a izé miatt ki kellett ürítenem, mert ugye izélni kell beszállni. És akkor most én mit tudok csinálni? Átadom neked a szántást, ha gondolod, én meg jövök mögötted beszélni. Gyere, tabolj be. Kiszerhetek. A lilával kell, ugye? Nem, a másik zöldem, mert a lila az nagyon-nagyon nyög. A mész az egy kicsit nagyobb súly, mint a műtrágya, aztán nem nagyon bírja el a drága. Az a lényeg, hogy úgy kell lehető leggazdaságosabban körbe menni ezen a földön, amit most itt szántok föl, de még várjál egy picit, mert nagyon szélesen szórsz, és én meg nem. Ebből lila lesz amúgy. Mert? Mi? A zöld? Mi? Mit csinál a zöld? Hát azon van a izény. Akadt le. Szerintem a lila jobban elhúzza. De benne van Ádám. Ja. Mibe? Ezelőtt még ott voltál, nem? A kombányba ülök. Ne idegesítsen, akkor mit mondtam. Viszki Bruno. Szia Norbi. Ó. A bűvös sárkány. Igen. Alerteket megcsináltad már? De hogy csináltam? Milyen alerteket? Nem voltak jók az alertek. Ja, az ijesztgetős alertekre gondol? Ilyen Orbi. Újraindítottam a vidigetet egyébként, de az nem segített neki. De nem csináltam még meg. Most ki is van véve a vidiget, úgyhogy hiába is nyomjátok. Hogy nyomod. Majd. Egyébként ilyen, ugye ilyen... egyéb alerteket kapok, ugye követés, meg ilyenek, de a izék alertek nincsenek megcsinálva, ez a DS2, meg ilyesmi. Meg itt az nem fan. Farmingba valljuk be. Jó, csak kérdeztem, hogy meg-e csináltad. Aha. Milyen nap van ma? Csütörtök. Csütörtök holnap péntek, és szombaton alhatok végre, megint csak állj. Jöhetsz beszélni, készen vagyok már, mint hogy most már elfér. Várjál, ez műtrágya. Mi? De hülye vagyok. Nem, hát abban mésznek kell lennie. Oké, de én lecsatlakoztam, mert azt hittem, hogy nem az van rajta.
Mit csinálsz, szívem? Kalfaszkodom, hagyja! Jó. Na. Megtörük a kalapács, nagyon helyes, vész kijárat matrica, be van tartva minden szabály, úgy látom. A traktornak a belterében. Azt, hogy miért van négy pedál, azt nem értem. De ki vagyok én, hogy belefogok, meg mi van rajta? 200 gomb. Jaj. Mondja. Igyekszem. Na, és akkor hogy kezdem el ezt nyomatni? B betűvel azt tolod, de jó nagy sávba sor, úgyhogy három sorból késznek kell lenni, de egyébként. Három oda-vissza, mármint hogy egy oda, egy vissza, meg egy oda. De mondom, hogy ez a izi... Ah, hogy körül lehet fékezni a hátulját, azért. Ó, várjál, igen, nyomom a gázt, a gáz a narancssárga, ugye már látom, és ugye a... Ha megfékezek, akkor meg ugye az izét nyomja meg, a két dupla pedált, és akkor ott a két pedál, az egyik az eleje hátulja, a gondolom a másik meg a... Ja igen, mert autóba is, várjál, hogy ülök a kocsiba, akkor jobb oldali a gáz, középen van a fék, és bal oldalt van a kuplung. Akkor itt is ugyanúgy van, csak ugye középen kettő fék pedál van. Mi a helyzet? Elvesztem. Mit vettél? Most nincsen kívül. Mert a zöldön a izé van. Most leakasztotta Ádám. Azon a tartály volt, hogy mi a futó, vagy mi a tököm. Uh-huh. Az a műtrágya, amit nem. Most veszel fel. Az a méz. A műtrágyát... Akkor legyen az... miért? A műtrágya azt ki lett oda már szóra. De nekem miért műtrágyát mutatok? A műtrágya ez egy ilyen kis zöld flakon. Az ott a tartályon meg tudod nézni, hogy melyik a műtrágya. A legnagyobb tartályon van a műtrágyának a jele egyébként. Aha, hát jó. Én hiszek neki. Ja, mert neked hol jött műtrágyát? Ja, mert a, amikor... igen, a műtrágya szóró bekapcsolása már maga a szerkezet műtrágya. Szóró. Csak ugye lehet vele szórni ízét is, ugye meszet is. Akkor azt tévesztett meg, de ugye mindig azt kell nézni, hogy jobb alul ott az óra mellett írja a kis ott egy ilyen kis jó, mész. Hát majd legközelebb most már fogom tudni. Jó, semmi baj, azért mondjuk el, hogy mi van. Megcsinálod, vagy megcsináljam? Ha most majd csináljam. Aha. Azt nem tudtam, hogy a traktorokban két fék van, vagy kettő külön fék, ez az elejét meg átulja. Ez ennyire nem. Én megmondom az őszintét, én nem nagyon vezettem traktort. Ádám, te már vezettél traktort, úgy élőbe? Nem, de ültem már egy párba. Hát ülni én is ültem már. Vezetni én se vezettem, pedig nagyapámnak volt MTZ-je, bár az az igazán, de szerintem csak ő tudta elvezetni. Néha oda kellett baszni üzének, 42-es villáskulcsa. Nem tudom, az én egy filmekben szoktam látni akkor a villáskulcsot, mint ami nagyapámnak volt az MTZ-ben. Volt vagy 40 centis, belefért az ökről. És én nem is tudtam, hogy nem is tudtam, hogy hol van akkor a csavar, amihez az kell. Az mindig ott volt. Mert lehet, hogy nem is csavar miatt tartotta, hanem csak azzal ütögette. MTZ-ben kötelező. Hát, ja. Mi ez a... sok doboz itt egyébként? Az a műtrágy, amit ebből a gépből kiszedtem, mert ugye meszet kellett beletenni, és ugye nincs 68 ezünk, hogy vegyünk még egy ilyen szerkezetet, ugye külön a műtrágyának, meg külön a méznek, úgyhogy most ezt lemeszelem. Most akkor le lesz meszelve minden, most azt hiszem 2 vagy 3 évig nem kell
Beszállni, és akkor utána... hát... Váltónál van akkora csavar, hogy... Aha. ...indokoljon akkora illét. Ez komoly. Nem tudom, én mondom, én sem vezettem még, meg nem izéltem. Kombányba is ültem már párszor, már úgy is, hogy aratáskor is. Tehát ültem már aratáskor kukoricán, napraforgón, búzán és repcén. Búzán voltunk intézi Zoéval. Aha. Igen, tehát úgy már ültem kombányba, meg néztem végig aratást, néztem végig kitöltést, meg mit tudom én, tehát voltak azért ilyen emlékeim, vagy élményeim inkább. De úgy nem izéltem még. Vezetni még egyiket sem vezettem, pedig egyébként nagyon szívesen elmennék egyébként TSZ-be is dolgozni. Ugyanúgy, ahogy nagyon szívesen dolgoznak állatkertben. Na, okuljál Józsinak a dolgaiból? Légy szíves, köszönöm. Azt mondtam, hogy elmented, nem elmegyek, érted? Amúgy nem fizett rosszul. Emlékeim nem csalnak, de... Igen, nem. Lehet, hogy nem éri meg a... Hát, de ez a kinek... Kinek mi? Aludjunk. Csucsu. Hát meg ugye milyen iskola kell hozzá, tehát ha én most el akarok menni egy TSZ-be dolgozni, traktorodni, az tőlem kérnek iskolát? Nem. Jogosítvány csak. Emlékezz vissza, hogy Józsinak nincs olyan kategória, ami ne lenne meg. Nem emlékszem, amikor pálinkázás közben mutogat. Ja, nem, mert a... igen. Jó, nem szóltam. Nem emlékszek, mert akkor már pálinkázás után voltunk. Igen. És az a pálinkázás volt szerintem az első olyan, hogy hú, az brutál volt. Inkább nem emlékeztük. Na hát, az csúnya volt. Hát... Pedig nem is ittam sokat. Szerintem annál részegen még nem voltam soha. Na. Voltam már? Hát így az élmény beszámolóid alapján... De nem, tehát amióta együtt vagyunk. Nyilván a persze úgy ja, igen. Ja, persze, igen. Amióta együtt vagyunk azóta, nem pedig az most már így ides tova 8 éve. Nem. 8 éve, lassan 9. Hát az... Ja, jó, bocsánat, akkor az ides tova az nem... Akkor 8 éve, lassan 9. Akarsz vetni, szívem? Nem. Jó. Aratni majd aratok. Kicsivel is akár. Azt meg kell nézni, hogy a ára mikor lesz jó. Ízé. 36 ezer liter recénk van, ez nagyon menő egyébként. Nem. Nem. Novemberbe kell eladni, 2238 lesz, akkor majd zára novemberbe lesz, és majd vonattal fogjuk vinni. Vezetheted a vonatot, mit szólsz, azon nem kell kanyarodni. Nem leszek vasútos, köszönöm. De vezetem amúgy, simán. Mondjuk vonatot se vezettem, mondjuk vonatnak utaznák a vizébe, amúgy a vezetőfülkéjébe. Én utaztam már. Mátlista. Én még nem. De ott is utaznék. Két fajtán. De most ez egy ugyanolyan dolog, hogy repülni is repülnék. Most tényleg nem is mondtam neked, szívem. Lehet, igen. Hogy megyünk majd, ha sikerül a minden, akkor lehet megyünk majd Oroszországba. Hogy micsoda? Hol? Hát ott van a hó. Hol? Hogy hol? A játékban vagy valóságban? Nem, valóságban megyünk Oroszországba. Találtam Oroszországban egy olyan helyet, ahol MiG-29-essel visznek el repülni, csak 4,5 millió. Ahhoz meg gazdagnak kell lenni. Tehát ha sikerül és gazdagok leszünk, akkor megyünk Oroszországba, mert vadászgépe fogok repülni.
Hát Hát nem meg megyünk lehet, hogy Oroszországba. nem ártana először letisztázni a háború végét. Bár Ja, mondjuk nem most leszek feltétlen. milliómos. Én attól nem félek, hogy mi milliómosok leszünk. Hát Figyelj, ha... csak egy jó lottószelvény kell. Hát vagy egy jó üzleti lehetőségnek az ötlete, de hogy egyiktől se félek. Szóval. Hát én már pedzegettem, hogy árukba bocsátom a testem. Nyolc évvel ezelőtt mondod, azt mondom, hogy oké. Okay. Az a baj, hogy te hiába fizetsz, értem azt, hogy te értem. Azzal nem vagyunk anyagilag előrébb. Mit kell ültetni erre a kis földre? Füvet? Mindjárt kapsz olyan füvet. Az is drága dolog egyébként. Az a testárulás után a második olyan történet, ami kifizetődő. Természetesen semmi illegális dolgot nem akarok csinálni, mert nekem nem ér annyit az egész, hogy börtönbe csukjanak, de hogy mint opció egyébként, mint lehetőség egyébként jól fizet minden. Figyelj, a kiló eper már drágább. Igen. Én nem tudom. Én hát, soha nem. Most ha a mai hónaljáról beszélünk. Meg. Aha. Magát a növényt is. De soha az életemben nem használtam, és nem is akarom. De hogy a Benny jó gondolom gramja, nem? Mert hogy egy kiló marihuánája azért mennyibe kerül most? Nem tudom mennyiért adják gramja. Mikor középiskolás voltam, azt úgy iskolátársak, meg mit tudom én től hallottam, hogy ugye veszegetik ilyen, mit tudom én, nem akarok neked hatodni, ilyen 1500-1800 forintok voltak akkor. Hát most az már mennyi akkor lehet? Most, de az nem... Nem most volt. Nem is az, hogy nem most volt, hanem, hogy akkor az nem eredeti volt. Ja, hát azt mit tudom én nem értek hozzá, hát nekem az érted, csak egy büdös lófasz volt, hogy betekertek cigizbe, hát nekem az... Nem tudom, én nem vagyok tisztában az ilyenekkel, nem is akarom tudni, mert nem, így nem érdekel a dolog, csak mint ugye izé mondom, hogy ugye abban mindig van pénz, ugyanolyan, mint ugye az ilyen egyéb olyan iparok. Szerinted a kicsi lányod még nézi a streamet, mert akkor el kellene zavarni aludni. Mert hogy 9 óra. Zoli, tedd le a telefonomat és alvás. Szerintem nézi egyébként, ha csak nem megunta és elment izélni. Játszani a telefonon. Hát de így a jó Normi, hát figyelj, nézi a gyerek, hogy szétem, tehát... Addig, ameddig nem tudja írni a chatra, nincsen baj. De várjál, lenémítom magam kicsit. Hát igazán, de boha. Hoppá! Hoppá! Jaj. Hallottam a telefonon keresztül. Uh-huh. Már nem néztem. Hát már ízi hallotta, azt gondolom ment. Uh-huh. Lehet. Elni. Holnap mit főzzek? Nem tudom. Azon gondolkoztam, hogy vettünk mogyorót. Uh-huh. Vagy mogyorós csirkét, vagy pattajt kellene készíteni. Mit? Majd én ezt tudom, finom lesz.
Ennyi neked elég. Ne higgyél neki. Cuki nagyon egyébként, meg viszont lusta olvasni a gyerek nagyon. Tehát ilyen szempontból egyébként van vele problémák, de amúgy iszonyat okos Várjál, meg. mert mostanában azért egész szorgalmas, és nem nagyon ellenkezik, mikor mondjuk neki, hogy olvasni. Ez igaz, de mondja is, a múltkor nekem mondta, hogy kezdi megszeretni az olvasást, mert olvasott valami mesét, azt itt elmondta nekem, hogy milyen mesét olvasott, én meg pilláztam, hogy te most ezt miért olvastad, anya mondta, azt mondta, nem, csak neki ugye most megtetszett. Igen. Tehát, hogy igen, tehát, hogy azért Na, így az jó. olvasgat, már kezdi úgy az ízét megérezni egyébként, de amúgy ja, egy Örülök neki. kis ízé, cukorgombóc, de hát én csináltam, mivás lehetne. Egyébként nincs olyan felnőtt, akit el nem varázsolna. Az osztályfőnöke imádja. Jaj, hát hallottad volna, miután megszületett, körülbelül 3 hónapig vad idegeneknek is mondta, hogy én csináltam. De milyen, ott jön a két öregasszony, meg az öreg ember. Jaj, de aranyos, jaj, de cuki, tudod, ott elkezdik macerálni a gyereket. Én csináltam, azt így tovább mentek, tudod. Na, legalább nem fogdosság a gyereket, gyerünk tovább. És az bevált. Olyan büszkén tudja mondani. Nagyon kevesen voltak, akik utána mószerolták minket, de vannak, nem valami fogdossa már össze ott a gyereket, mindenki rögtön, hogy olyan kis aranyos kis keze, meg mit tudom én, azt érted, annak hülyén néz ki, elkezdek négy csapóval csapkodni rá, hogy jobb, nem engedod el. Tehát ott az én csináltam, és jó, mindjárt. Jó van, de ő kicsinek is szép volt. Ó. Rendben. Igen, egyébként. Ő az a gyerek, aki bárkit elvarázsol. Mert hogy így én szoktam elpézni, ugye? Mondta. És hát Marci 17 volt, mikor így megismertem, és ő is majd elolvad, mikor meghallja az olyét. Tegnap beszélgettük, pont Ádámnak mondtam stream előtt, tegnap beszélgettük Marcival, hogy lesz valami területfoglalás. RP-ben. És RP-ben, és akkor így a gyerek meghallotta ezt, és akkor az én szopám stípis, Tobi, ennyi. nem olyan területfoglalás, mondom, drága. De jó, oké, te szobád lehet a tiéd. Hát szokott érdekeseket mondani néha. Most bejött, hogy hazajött iskolából. Bejött, meglátja, hogy itt ülök a géplőt, látja, hogy megy a stream, azt csak így mutatta, hogy így oké, okay, tudod, így a like-el csempe, meg se szólalt, ezt képpen becsukta az ajtót. Hát ugye, amúgy, ilyen szempontból egy tűnt, ja. Hát meg az a, mondta neki az apja, hogy karácsonykor kérhet akár kis kutyát is, ha szeretne. Azt mondta, ő még egy éhes száját nem etett. És akkor mondta neki az apja, hogy hát jó van, hát majd anya meg én etetjük. És akkor mondta, hogy de apa, ha az én kiskutyám, akkor miért ti etetnétek? Okos is. Na, én megcsináltam a kicsivel a kisfőnek, még talán nagyon a nagyon. És akkor megint lehet aludni egyet, megint lehet utána permetezni. Megyek aludni. Meg addig kicserélem a... Várjál már az alvásra egy picit. Várok. Kell cserélnem a... Itt. Bár mondjuk aludhatszom most. Jaj, tudom. Izé a Worms-be volt az, a kukacok mondták azt, hogy várok. Igen. Az mekkora volt, az is milyen jó játék. Ja. Hát az fun. Na mi nagyon. Van? Jó, szintem már. Ez nagyon ügyes volt. Esik az eső.
akkor most milyen? Permet adni kell majd. Jaj. Mit tetszik csinálni? Mert? Á, szép. Ja, semmit. Ja, kiszálljak belőle. Bocsánat, na, öntsön, kontroll ivel öntsétek ki, és töltsétek fel a permetet. Egy pillanat, csak nekem itt van egy kis elintézni való. Mi az? Hát nézd meg, hogy mit írt Ádám. Jaj. Igen, azért nem hallgat mindenkire, mert hogy Sabinára hallgat egyes dolgokban, de ő általában nem úgy áll hozzá, ahogy Zoe megszokta tőlünk, és nem feltétlenül hallgat Sabinára. Hát meg egyébként ez nagyon függ attól is, hogy milyen. Tehát, hogy milyen izék vannak, milyen... hogy mondják ezt? Tudom, mit akarsz mondani? Milyen kedve van, ezt akartam mondani. Ja, igen. Az is a... sokat számít. Küldtem az ülőgumóimat. Megcsináltam az alertet, Ádám. Ja, hogy ezen múkoltál. Uh-huh. Hogy most ki lehet ilyen dolgokat váltani, hogy nányi? Múkold már előlem ezt a egy darab. Mindegy, hagyjad meg visszatolatok. Hát elméletileg. FBI, open up! Működik. Működik. Megijedtem, mint a szar, de működik. Kipróbáltam gyorsan. Ja, hallotta. Na, de viszont nekem nincs kedvem permetezni, szóval ki szeretné. Angyal. Ezzel a kicsivel nincs hozzá kedvem. Majd a nagyjal. Ez nem a kicsi, ez a nagy. Akkor úgy badom, hogy majd a nagy géppel. Ja, permetezővel? Aha. Szóróval, nem? Hát figyelj, ja, ja, ja. Figyelj, most le van beszélve, most annyi, hogy nem kapott hengeredést a föld. Most ha itt szívembe, álljál már ide be, menjél már be, ide mögém a mezőre, szaladjál már be. Itt mindenféleképpen, aha, ahol én megyek. Mit ír növekedési bónusznak, vagy hozam bónuszt? Ha ránézel a földre, akkor írja. Növekedés növekszik, hozam bónusz, plusz 95%. Uh-huh. És ahol még nincs lepermetezve, ott csak ugye ez 55? 50. Hát van, ahol 80 valamely 5, van, ahol 79, 73, 73 a legkisebb. Uh-huh. Köszönöm, tudom, hogy miért van, hogy egyik helyen ennyi, másik helyen meg annyi amúgy.
Mindegy, jóval igazándiból ez a nagy, ez a modos nagy szar, ez viszonylag könnyen lehet haladni. Egy ház. A szeptember van. Szeptember van, igen. Aludtunk egyet. Nem azért, csak meg kérdezem, hogy akkor mikor lesz a izét, mikor adjuk le a... Le kell adni még a decemberbe, ugye? Decemberbe kell leadni. Aha. Azt hiszem a... Majdnem azt mondtam szóját, de nem szóját. Izét. Tudod mit kell izélni? Hát ez addigra nem nő meg, igaz? De... Targatom a varjakat, én vagyok a madárijesztő. Szegény varjak csak a vetésünket teszik ki. Repce? Azt kérdezi Norbi. Aha, repce, repce, repce. Repcénk van, igen. 36 ezer, majdnem 37 ezer literünk van. November. November lesz ez a... Jó, majd. 39 ezer... 934 liter. Mi? 36 ezer 934 liter. 36 ezer? Igen. Ja igen, 36, 37 ezer majd. Majdnem 37. Akkor még lenyomom a 40-est is. A 41, mi van itt a 42-n? Mindjárt megmondom nekem. Nem kell, mert hagyd, a cukorrépa van a 42-n, a 41-en meg semmi nincs, az egy parlagon van még. Cukorrépán van. Be van meszelve. Ja. Hát abban majd, ha ültetnek valamit, akkor meg lehet venni, mert akkor ugye már nekünk annyival kevesebb munkánk van vele, tudod. Bár ugye 54 ezünk van, úgyhogy annyira nem, és még utánfutóból is lehet, hogy kéne venni egy nagyobbat, mert ezzel a kicsivel egyébként persze el lehet lenni, de hogy 15-öt forduljunk a vonattal. Bár mondjuk a vonatnak is van itt egy közelebbi állomása egyébként. Nem tudom, ezt a mappot még meg kell ismerni. A másikon már tudtam, hogy mi hol van. Kell még hozzá egy kis idő. Na, majd itt is kitaláljuk, hogy hogy legyen ez, hogy hogy jó. Na, alvás mehet. Igen. Ugye? Igen, mert ez nekünk nem jó. Rágyás pótkocsi. Esőben nem takarítódnak le a gépek? Nem. Akkor menjen az alvás? Jambat, hogy nyugodtan, decemberig. Ja, annyi, hogy majd a pótkocsi miatt mindig nézzük már meg a piacot, úgyhogy majd szólok, mikor nyomhatod, jó? Mert hát, ha van akciós pótkocsink, mégis költséghatékonyabb lenne. Jaj. Hát amúgy október van akciós pótkocsi, csak hogy... Ronda. De nagy egyébként, csak ronda. És mondjuk csak 33 ezer. Ádi, érdekel? Nem. Ilyen áttöltő sportkocsi. Nem, majd veszünk normálisat. Aztán ameddig lehet, addig kihúzzuk ezzel. Ez nagy, a 141 köbméter. Szóval a mi pótkocsink, tudod jelenleg hány köbméteres? Ráruljam neked? 18. Jól van. Nincsen baj, de majd megveszük a kamionokat és a hozzávaló pótot. Oké. Okay. Veszegessünk 100 ezeret.
Nem 100, de 33 ezerbe kerül, de jó. 100 ezer darabot minek veszegessünk, érted? Ja, oké, akkor alvás. Én is mondtam, nagyon jól tudok aludni. November van. Legyen még egy csücsú? Igen, decemberig. Nem. Igenis. Nem. Nem. Jel, nem. Még akciókat nézeget. Nem. Nézem, hogy hogy áll a jelenlegi ára. 2486, és ugye 2100, tehát hát, ja. Egyébként hát megnézzük az eladványzik. Aj, oh, ja, itt a nagy Lexion kombájnunk, amik van a izé, akciós 234 ezer. Igen, helyeztem. Mehet az alvás, és akkor... De csorok vagyunk. Nem vagyunk. Csorok. No, mi van? Ja, már fogadjam el. Na. Holnap meg 7 days to diners, vagy mit akarsz? Ma, nem tudom még amúgy. Azt mondta, nem, hogy RP-t fog streamálni. Igen. RP-t? Te? Ő. Igen. Te. Mi? Te. Én szombaton. Na, akkor 2440-ért már megyünk is a vonattal. Annyi, hogy itt egy kicsit most az időt lejjebb leszünk, mert már csökken a sebessége. Akkor egyenlőre ezzel az egy futóval kibírjuk? Ja. Hát akkor figyelj, akkor én megyek, ugrok a vonathelyre. A vonathely, ha a térképet megnézed, itt alattunk van közvetlen, itt a 36-os földnek a sarkán, tehát átviszed a hídon, balra, és akkor ott lesz a vonat. Jó? Az a déli vasúti siló. Én itt hívom a vonatot, aha. Jó? Igen, és most én nekem mit kell csinálnom? Hát teleportálj ide hozzám, és akkor majd, ha megérkezik a vonat, akkor majd itt yeah. Fog jönni. Ádám meg ide jön, és akkor itt szépen önti le ide a terményt. Amúgy itt két leöntő van. Vonat hamarosan megérkezik, másfél kilométer. Aha, megvárjuk. Amúgy itt nagyon durva, mert itt két futóval is lehet. Miért nem ilyen izé helyre visszük mi a másik mappon amúgy? Mert még nem néztük meg a másikat, hogy egy vagy kettős. Hát kellene majd öltöznöm. Minek? Minek decemberről. Várra megyek? Igen, Csudapesten nyomja. Merre vagy? Kijössz, nem? Jobbra. Ott jobbra jössz. Átjössz, ja, a hídon. Ja, és nyomsz egy balost, és már itt is egy igazándiból. Jön a vonat. Gondolkoztam azon, hogy átmenni GMR-re, és valami nagyon agyhalott RP-t tolni, ilyen Stockholm-szindrómás csajt mondjuk. Azt hangoztatni az egész városban, hogy az én pasimmal a legnagyobb gangster lesz a városban, meg ilyen valóságokat csinálni. Csak ezt adminokkal is egyeztetni kellene, meg át kellene olvasni még egyszer a szabályzatot, és lusta vagyok rá. Meg nem tetszik, nagyon-nagyon nem tetszik, hogy TS van ott. Na, csücs be a vonatba. Ugyanúgy elvár? Aha, igen. Menj egy picit előrébb. Jó, állj, sok. Tolasz vissza. Jó, állj, fék. N betűvel nyisd ki. Mert azt hiszed, hogy ez olyan hamar? Én tudom, hogy mi a N betűvel nyisd ki. Tessék. Tökéletes, és majd Ádám oda beöntötte a cuccot, és azt mondja, hogy kész van, akkor nyomsz egy R betűt. Igen.
Ott kiválasztod. Töltés megkezdése. Így van. És akkor tulajdonképpen beletöltöd. Rendi csekkal. Nem tudom. Szerintem egyébként nem tudom. Ez a lényeg, hogy bele kell töltened. Mindjárt hozom a másik adagot is. Rendi csekkal. Itt azért nincs messze egyébként. Jó, hát a saját privátunkon sincsen messze a kamionokkal. Hát jó. 180-nal pikpakkoc vagy? 160. Ja, szerelőterep, meg a gym. Ja. Hát igazándiból Saul nem nagyon esett messze a gymtől egyébként. Hát amúgy. Ami azt illeti, ő annyira nagyon távolra nem a ment. Gymben, csak nem ment. Tettem egy kört. Nem ment messze a gymtől. Én vissza akartam menni, megmondom az őszintét, hogy a szerelőterepre fanolgatni, de aztán képzeljétek el, hogy nem vettek fel a csudamehához, amit nem is csodálok egyébként. Nem is csodálkozok annyira számolás után amúgy. Tegnap így RP-ben mondom Toninak, hogy Toni, viselkedj, mert a töködre lépek, azt mondja, na, végre már valaki. Nem, ez hülye. De ízét, de nem vettek vissza, aztán aztán elmentem a, nem is tudom, hogy hol vagyok jelenleg most a... VR Transnál. Lehet, hogy már azért frakció nélküli vagy. Nem, kérdeztem tegnap Szidet, mert volt egy kérdésünk a területfoglalással kapcsolatban, mondom, Zolit mikor fogjátok kirakni? Nem, sok vizet zavar. Nem jó, akkor. Ja, mert hogy egyébként annyira nem vagyok aktív. Amit ugye valaki rám is írt egyébként ez ügyben, aztán közöltem velük, hogy... Ne aggódj, ő sem aktív. Tehát 3 hete nem láttuk. Kecsót. Mármint én nem, és hiába hívtam, és nem válaszol. Szóval, ja. Hát beültem a nagypommány. Azt ki belőle, de raktam. Hát az előfordulhat, Norbi, mert rengetegen játszanak most is. De hallod, Norbi, annyi csaj van fönt, beszarsz. Nagyon sok van. Annyi csaj van, tényleg én is fölmentem, itt is nő beszél, ott is nő beszél, hogy mi faszom az NPC-k, annyi nő van. Rengeteg nő van. Újabb indok, amiért nem mennék, nem feltétlenül mennék RP-zni. Elméletileg áthoztam minden. Akkor mehet az R betű? Aha. És akkor nem búza kell nekem, hanem repce, ugye? Igen, mennyi van benne? 36,934. Jó, 36,000. Majdnem 30. Indítás? Igen, persze, töltsed, hát tőti kézed befelé. Tőti kézem befelé. Az majdnem a 37 szorozva. Egyrészt nem érdemes RP-ben, sosem csajozunk, egyébként sem szabad keverni az IC-t az OC-val. Jó, 41% lett. Mehetek? Hova megyek amúgy? Tőgáz előre, ne foglalkozz vele. Taposra a gáz karra, hozz, hadd szóljon. Jó. Ezt megnézem térképen. És a másik az... Mindegyiknek van pasia. Valamelyiknek több is. IT is és OT is. Hát... Ez már... Ádám! Ha? Itt van egy aloe vera. A plac közepén. És itt nem is kell kanyarodni, ugye? Nem. Csak nyomd a gázt. Erről tudsz te valamit? Hát nem engem. Elsodorta. Én hát nem. Van ilyen... Elsodorta a szél. Hát előbb volt itt valami kis vihar, lehet, hogy
Az lehet a probléma. Az alulverányomat hagyjad már. Jó van, már majd visszaspónol a helyére. Nem tudom felállítani! Az már te problémát, hogy nem tudod felállítani, barátom. Mindjárt ezt a te problémát tudod, hogy nem áll föl. Állj föl! Teszem egy kávét? Bele kéne lógatni egy kávébe talán a kutának. De figyelj, báb, hogy nekem itt nincs semmi. Mert itt van már a kezemben. Ja, nem látod, hogy én dobálom? De nem, nekem konkrétan itt van kint a plac közepén a virág. Itt. Á, felállt! Jó, királyság. Nekem nem, nekem én onnan elvittem, meg itt a másik is, amit az erőbe elhoztál annak. De se áll föl. Állj már föl, hát megpofozlak. Ahhoz nem nyúltam hozzá, a másikon keresztül mentem, az tény és való. Oké, földobom a tetőre. Tetszik, ilyet csinálhatunk többször is, hogy én vonatozok. De kiértél már a pályáról? Nem, meg kurva hosszú. Felraktam a tetőre az alulverát. Bazd meg, Lási. Na, felállsz? Hó! Nem, bazd meg. Mármint, hogy akarom mondani, rohadjál meg. Állj már föl! Jó, hagyjad már majd, ha újra belépünk, majd feláll. Jaj, megijedtem. Most jött ki a mapa. Eljutott az állomásig a térkép. Enter. Paf! Na, 151 euróba került az, hogy 90 ezeré eladtuk. Yes, 177 ezerünk van. Kérem, vissza a vonat. Ja, nincs is, onnan gyalogolnod kell sajnos. Jön meg a tabot. Na nézzél már hülyének. A görgővel tudom forgatni, nem mondod. Na, kelj már föl, hát föl kell állítanom a virágot. Esik a hó. Nem baj, hóba állítom föl a virágot. Nem mondod, hogy tudom forgatni görgővel. Megjöttem! Esik a havfolyó, esik a havfolyó. Ó, hát bakker! Jó van, egyébként így se olyan egyszerű. Várjó! Hát ez mennyi, behozom a alulverát ide, mert kint a hóban baja lesz. Nem mert szereti baj? A hideget. Tehát a hideget nem esik szereti. Esik a havfolyó. Esik a... Itt izé termesszük itt a dolgokat, azt akkor itt izé, itt nem vigyázunk a virágokra. Nem izé parasztok vagyunk mi, hogy mezőgazdászok. Hogy lehet megfogni? Mit? Hát te is megfogtad valahogy, nem? Ja, hát igen, amelyiknél ott van a kis kéz, de nem tudsz mindent fogni. Nem tudsz mindent csak úgy megfogni, ez érted? Valamit ki kell érdemelni. Ja, jó van ma. Ki kell érdemelni. Na. De 3,5 óra alatt nem sokat haladtunk amúgy. Hát most mit haladsz? Dehogy nem, 200 akármennyink van. Hát mondjuk jogat. Profitorientáltak vagyunk, bevételt termelünk. Nem sokat, de azt termeljük. De azt lelkesen. Ja, nézd, hogy ilyen 23 ezerek meg ilyenek jönnek. Persze nem tudom megnézni, hogy mi az akciót, esélyem se legyen elkölteni ezt a 200 ezeret. Jó, esélyem, esélyem se legyen el. Te alszol ilyen gyorsan? Csináltok. Elszapottunk ellene. De barát, mi kellett volna? Nem micsoda? Kellett még arat. Március volt még csak.
Én vagyok a host, miért ült nekem lassabban a játék, mint nektek? Nincs rá pénzünk, aludja. Csak 10 000? Itt forog a zöbrűje? És zöld! Ja, elutasítottam. Bocs. Észrevettem. De nekem föl se tűnt. Jó, aludtam. Nem tudok. Majd én. Majd én alszok. Amúgy itt, várjál már Ádám, most itt beszélgettünk itt a... A zöldikéről, itt az ott melletted az a növény, az mi? Cserébe ott az erkélyen. Nagyon zöldnek nézett ki. Honnan tudjam? Ő itt ilyen hosszúkás levelei vannak. Hát... Vatkender. Megyünk aratni, vagy nem megyünk még aratni? Nem, még virágzik. Mert nem megyek, biztos tele van méhekre. Nincsenek, mert még nem raktunk a méheket. Még nem raktunk. Attól még másnak lehet méhe. Tele lehet méhekkel. Merre néz örök nyílás van? Örök nyílás? Azt mondod? Hoppá. De jó. Aha, örök nyílás, mondta, itt vannak a méhek. Aludjál már, méhek. Jó, de ettől jobb lesz a termelés, méhek. Nem akarsz jobb termelést a repcének? Hát most virágzik a repce, a méhek beporoznak, akkor termelékenység lesz. Hát a profit orientált a vállalkozásunk. Jaj, Istenem. Mondjad. Uff, adjuk. És még méz is lesz, amit nem tudunk felrakni, mert nincs autólódos pótkocsi. Öltöztél méhét? Na, arathat. Még ezzel az nem vetted észre? De, észrevettem. Arra adhatsz. Ez 25 méteres körben növeli meg, azért írja a távolságot, ott, hogy 25 méteres körzetben növeli meg a hozamot. Tehát akkor ez még mondjuk itt bele számít, 90. Én ezt nem tetszik érteni tudni. Szóval P betű, mi az akciós ma? Van egy Voltra traktor. De olyan nem kell. Ja. Vidd már el a kombányt a izéhez szívem. Vidd már el a bolthoz. Mert? Add el. És hol van a bolt? Ott. Hol? Ott szembe, amerre nézek. Ott. Ott szembe. Itt vágját a mezőn. Egyenest. Úgy szembe, ott egyenes. Arra? Aha, úgy egyenes, ja, ott a bolt. Ott majd lesz egy ott, ilyen... Ott, ahol két kék pötty van? Aha, ja. Jó. Ugyanis nekünk szükségünk lenne befektetésre, mint olyan, és még a 41-es földet mindig és nem befektetünk. És akkor a 37-es föld, ez nem a miénk? Nem, azon mehetsz, jaj. Azon mi van amúgy a 37-esen? 37-es földön napraforgó. Kérlek szépen. Aha, napraforgó, hát ezt annyira nem. A 44-esen pedig mi van? 44-esen azon van. A 43-ason pedig burgonya van. Na, a 44-es földet, ha meg szeretnénk venni, az mennyibe kerül? Az annyiba. És a 23, az meg annyi.
Semmi. Nem szóltam. A szomszédos lemeszelt földet Ádám megvegyük, és összeszántjuk, és egybevessük. És akkor hol tudom itt eladni? Itt van egy kis kosárka. Egy kockába mennyibe, ott egy ilyen, várj, mindjárt oda teleportálok. Itt van egy ilyen kocka, ilyen sárga izékkel ide beállok, géppel. Mert hogy a nyilván most olyan okosságot fogok mondani, hogy besz a behú. A betakarítógépen 39.601-ért tudjuk eladni. De ha itt én rámegyek és azt mondom, hogy eladás, akkor el szeretném adni ezt a járművet, és nem 39.000, hanem 43.000-ért adtam el. Nem tudom eladni, mert benne ülsz. Jó. Eltűnt. Jó retkes volt. Legalább nem nekünk kellett takarítani. Ja. Nem ennyi sehova. Sehol se. Pirosat szeretnél, vagy zöldet, fehéret? Zöld-fehéret, hogy Ádámnak a szíve az nyugodt legyen. Ja, hát az én szívem nyugodt, tehát én nem vagyok fradista. Nem vagy? Nem. Na hát pedig... Önnyékel általában mindenki az. Csücsübe? Én nem nézek ilyen hitvány magyar focit. Mi a magyar focit? Elnézést kérünk mindenkitől, aki esetleg focit drukkoló. Drukker, vagy ilyesmi. Aha, Bambik, én megyek közben vadászok. Szereted az őszhúst? Igen. Nyilván a európai kupaporondon, hogyha kijutnak, akkor szurkolok nekik, de amúgy belőlem kiúszhat a Filis Boros Jenő, és akkor nekik fogok szurkolni, szóval ez... Elszalad, Bambi! Ez számomra nem mérvadó, hogy... Jó. Nagyon jó. Következő a helyzet, X-et megnyomod. Jó, és nyomassad. Menjél, go! Kinyílt a teteje, mint a tubarózsa. Mehet. Mint tubarózsa. Ugyanúgy így egyenesen. Által? Így állt, persze mindenen, nem én által meg megyek. Lérem a Bambi. Bekergetem a vízbe, és akkor alapból meg lesz mosva. Jó Istenem. Konkrétan azok vagytok, nem tudom mire gondoltál, de biztosan. Hát szerintem a parasztokra. Át, elvágtam. Bambi elszaladt. Nem, a láncfűrés. Meg tudok akadni a fában? Igen. Meg. Hát. Állatok. Vannak ma nálatok. Béreltél még egy nagy kombányt? Aha. Építési költség. Nem tudom, miről beszélte. Utánfutókat nézek. Hazudós. Muszáj kéne, kinek elszereznünk amúgy egy nagyobb utánfutót. Tehát, hogy itt ez most már itt pláne, hogy két nagy kombány van, azzal kicsivel nem fogunk tudni mókolni. És miért nem? Ugyanannyi lesz a magmennyiség. Két nagyjal, vagy egy nagy és egy kicsivel, szóval több. Hát akkor, nem de... lesz attól függetlenül. De akkor most van 200... Jó. Ezt én értem, de hogy a... Jó, mondjuk kapacitásra, de majd elhordani lesz nehézebb, vagy szarabb. Van amúgy izé? Miért? A telkünk attól ugyanannyi mag fog lejönni. Nem, mert most több fog lejönni elvileg, mert most jobb a trágyázás, meg jobb a minden. Elméletileg. Nem? De mindegy, ezt a szomszédos földet úgyse fogja bevetni az a vatak. Úgyhogy azt megterrorizálom, megnézzük mennyibe kerül a 19-es. De nem... terrorizálj már ide alám. Hm.
megyek. Leszillak. Megteltünk? Nem, de nem bírtam volna végigvinni. $36,000 volt ugye erről a előbb, nem? 36, nem tudom. Hát majdnem 37. Igen, majdnem 37,000. De nem tudom, hogy maradt a silóban, amúgy elméletileg nem. Nem maradt. Nem maradt. Na, megy szívem. Igyekszem. Most talán jó lesz. Menj onnan, bundás! Vettél kutyát? Nem. Találtam, ez jött. Megverem. 2500 volt házastól, tálastól, labdástól, kutyástól, szőröstől, tápostól. Elette magát, mi? Ja, te igazán megérthetnéd. Na maradjál. De vettem fődet is, annak nem örültök? Az nem kér enni. Hát de, mert dolgozni kell vele. A kutya meg csak itt szaladgál, az kell. De abból lesz profit. A kutyámban nem lesz profit. Hát? Figyelj, ahhoz képest, hogy a másikban mikor vettünk először kutyát, ahhoz képest egy kicsit korai. Erre áldozik $2500. Ugye? Jó, ugye? Ez a problémám vele ilyenrel is, hogy hát ez csak egy kis költség, csak egy kicsi, aha, csak sok kicsi. De szeretlek. Nézd meg, kinyitja elém, rám nyitja. Mi csinálsz ott? Miért szántod fel a izét? Ja, egybe szántad. Persze. Nem vagyok, nem fogok én itt idélni. Most annyi, hogy ez egy kicsit meg lesz szántva, most az is újra, de hát az a baj legyen. Egybe szántjuk, hát nem fogok én itt idélni. De akkor már szántsd össze ezzel is. Mivel? De ez. Szántom, hát ott akkor egy ilyen pipa alakot szántasz. Majd ezt majd még hozzá szántom azéhez a 42-es földhöz. Majd, ha azt megvesszük. Ez kész. Bár mondjuk én a 40-esből parkolót terveztem, meg silókat, meg... Akkor levent. Az a baj, hogy görbe szaroszt nagyon szopunk majd vele. Itt nem jó majd ezt csinálni. Azt nem tudom, hogy hol fogjuk csinálni ezeket a parkolókat, meg a silókat. Lehet, hogy kollektív átköltünk a folyónak majd a túloldalára. Mert az a baj ezzel, hogy ez a föld, tehát ezek a föld valami nagyjából sima kell, mert aztán meg 5 milliónk elmegy majd tereprendezésre, érted? Hogy az se jó. Na, felszántom, és akkor ezt már nem vetek mi, mert most nem tudok vetni mi. Maradt két pixel azért részlet. De egész látom a gazdaságunk fejlődését egyébként. Fontos dolgok történnek. Ja. Na Istenem, mert a kutya a legfontosabb. Igen, mert így már nem tudják ellopni a repcénket. Így van. Ott törni. Persze, a kutya megvédi. Így van. Wow. Meg elkergeti a szarvasokat, és nem lesz vadkárunk. Tudod mennyien, mert milyen vadkárok vannak mostanság? Fú, te. Oké. Hasznos információk, amikről eddig nem tudtam. Tehát nem teljesen használ a kutya. De azért, mert ez fake info. Ja. Jajjátok meg. De tudsz vele labdázni és visszahozza. Meg. Ha már sajátotok, nem. De az is visszahozza. Dehogy nem, visszahozza. Csak elszalad mellette. Úgy kell kigyáncolni. Hogy nem adja vissza. Szegényt.
Hát én sose fogom elfelejteni azt, amikor izé Marcs labdázott vele. A stúdióban voltam, én gép előtt ültem. Fülhallgató, HyperX Cloud 2 a fülemen. És kibaszott a csattanás. Megyek ki, Marcsi röhög, sír, nevetéstől. Meséli, miután megnyugodott egy rá 5 percre, hogy Natasa szaladt a fal mellett a szomszéd háznál. Ugye hosszú, lefelé lejtős udvarunk van, betonos. De keskeny, mint az állat, tehát az autóval nem félek be, csak a kapun, ott meg is állok körülbelül. És... Fel tudsz jönni, csak nehezen. Fel tudnál jönni, csak ilyen, mit tudom én, 3-3 centi a visszapillantó tükörni, aztán tudod, ki fog vele szórakozni, miután nem fönt nem lehet megfordulni, azt tolassál lefelé, biztos, hogy nem. Úgyhogy nem állok föl. És szaladt Natasa a fal mellett, a szomszéd házfala mellett végig, a kutya meg játszani akart vele, és ő meg szaladt hát az út kellős közepén mellette, de... Először azért indult el a kutya, hogy megfogja a labdát. Igen. Akkor aztán észrevette, hogy a macska elkezdett futni, uh-huh. És a macskát nézte, de ugyanúgy futott egyenesen. De mint a golyó, tehát, hogy mint akit kilőttek, tehát nem ilyen, ilyen kis kocogó, hanem hogy úgy, mint az, ilyen, nem tudom, szerintem van benne valami némi agár ebbe a kutyába egyébként, mert úgy roham, mint az ökör. De, na mindegy, és akkor az volt a lényeg, hogy a kutya oldalra nézett, ugye a macskát nézte folyamatosan, és hát nem vette észre, vagy nem szenzorálta a kutya, hogy előtte van az autó, és telibe. Fulgáttal lefejelte az autónak a mit fejelte pontosan, amúgy a lökhárítót, első lököst. De akkor átcsattant, hogy én hallottam bent a házba, a stúdióba, a fülemen lévő fülhallgatónál, hogy valami durran. Egény kutya. Jaj, Istenem. Az kapott akkorát, mint az állat. Jaj. Ja, de ezt szeretjük egyébként. Menni kellene aludni. Te most már így ilyenre. Ja. Kérlek fáradni. Hát én még azt mondom, hogy még vessünk egyet, nem? Arassunk. Úgy lenne az igazi. Hát aratás után még vessünk, nem? Ja, hát én arassátok le. Akkor legyen az, hogy learassátok, meg izélünk. Kell színi lefelé? Lassan ja. Nekem. Mondjatok nekem egy 100%-ot, onnan döntöm el, hogy kinek megyek. 99. Jó. Ja, akkor Ádám. Mert én csak 84. Tuturú, tuturú. Pókember. Pókmaradsz. A izét, a villogót, azt te kapcsoltad be? Aha. Azt hittem automatikusan. Amúgy azt a izét, azt azért szeretem azt a modot, ami nem indult el a fill level izét. Burning-es izét, mert az, ha a belső nézetbe ülsz a kombányba, akkor tök jó izét csipog neked, hogy tele vagy sem. Van ennek is villogója, csak ennek már ilyen dizájnos ledes szar. És akkor már szar? Nem, csak nem látni rendesen, nem olyan nagy hatalmas, mint a izéken. Az évek, meg a rutin, meg a tapasztalat.
Mondom ezt, 180 óra játék után. Hát azért az elég sok. Jó, 17%-on vagyok. Ha megtaláltam, úgyhogy megyek leönteni, de ez már be fog férni mind a kettőtökbe aztán. Azért ezzel a naggyal jobb dolgozni, nem szívem? Aha. Így is vannak problémáim, de majd megszokom a vezetést. Jó lesz az. Nem? És akkor Marci, izé? Szívem? Tud, akkor te jössz velem holnap 7 days tud eljönni? Baszt. Hát de szivatnak. Még szivatnak. Old meg. Ajándékokat kaptál csak. Ez mondjuk nagy rész, igen. És az a horda az mi volt? A szaríté? Azt a legyek horták oda össze? Hát azok oda teleportálódtak. Na! Nem, amúgy egy kicsit csalásnak érzem amúgy ezt a részét a játéknak. Egyébként nem izéből, de hogy egyébként jó, meg fan, meg mit tudom én, de... De hogy csalásnak érzem ezt a részét a játéknak. De ez nem csalás. Mert nyilván, hogyha ha lehet privatni, akkor kell ajándékozni, szóval. Persze, de hát ugye mert hogy a lényeg az, hogy így kivettem ugye a chatről, ahogy ugye írtak, nem is tudom meg ki írta, hogy ugye hogy működik ez a történet, Flórián volt. Na mindegy, ahogy írta ugye, hogy így ez hogy működik, és ő mondta ugye, hogy itt ugye ez ilyen pontokat kapok ugye időről időre szépen egyre minél tovább élek, és akkor ha valakinek a mob, tehát hogy például ha hordánál elkezdtek nekem spannoltatni plusz mobokat, és az a mobből meg, amit ti spannoltatok, akkor ti kapjátok azt a pontot. Tehát, hogy ez igazándiból időről időre egyre jobb és jobb lesz mindenkinek, nektek is, mert több pontotok lesz, és több pontot tudtak rám tolni. Érted, ajándék ilyenek, de ugye ezek valószínűleg ugye nem lehet, ugye nyilván vannak mindegyiknek ilyen izéje, CD-je, úgyhogy nem tudod borba szájba nyomni. De ja. Egyébként meg van a játék. Így. A Minecraftban meg délelőtt olyan keveset haladtam, sokkal többet akartam volna, mint amennyit haladtam. Katasztrófa. Lehet mindent. Jaj, persze. De ahhoz képest, hogy mennyit el. Azt már szerintem hagyjad, azt már Ádám elviszi ezt a kicsit. Bár mondjuk itt haladtál, hagytál ki egy kicsit a... Hagytam, igen, és megyek vissza. Origálok. V betűvel fölemeled a tárcát ilyenkor, vagy a vágóasztalt, akkor gyorsan. De... Igen, ott ez egy kicsit bugos van. Jó, Ádámot hagyom, én ezt a kicsit ott arra rámegyek. Kikit értem volna előled pont arra. Nézelődtem én is, hogy... Jó van, én addig itt a szántást megoldom. Öntsétek bele a silóba, és akkor majd meglátjuk, hogy elejérjük azt a 36.900-on, amit majdnem 37.000-et. Mert ugye most annyival lettünk többen, hogy vagy annyival lett több, hogy le lett meszelve a terület. Tehát ennyivel lett több, elméletek a hozam bónusz. Ugye ezt megnézzük, hogy mi az. Mi az a szám. Nem baj, ha átmegyek, hogy igen? Nem, ezen nyugodtan szántáson mehet. Meg a vetésen is addig rámehetsz, meg addig átmehetsz a vetésen, ameddig már nem nőtt ki. Ki nem jön. De még ott a első... Nem jön, jó van. Első fázisban talán még ott is rámehetsz amúgy. Ja, aztán még ezt gyorsan még én beszántom, és akkor ennyi.
És akkor legközelebb, ha majd farmingodunk, akkor majd sokkal nagyobb területeket tudunk művelni. Hogy ott már azért szerintem ilyen aratásonként ilyen 150 ezres profitra simán szert teszünk. Akkor hova tegyem majd a kombányt? Na, bele kiöntöttetek mindent? Most igen. Hát tedd ide a másik mellé. Jó. A futóba sincsen már? Nincs. Üres. Na, akkor 40 ezer lett a repte. Ami azt jelenti, hogy 36 ezer, hát 37 ezerről 40 ezer lett csak az, hogy lemeszeltük. Így jó lesz, nem? Gondolom. Annyira be van rögzülve a GTS dolgok, hogy mindig M betűvel akarom elindítani. Ja, igen. Csak ez a sok játék azzal problémás egyébként, hogy azért problémás. De aztán lehet, hogy holnap egy jó játékot fogunk kipróbálni. Igen. Aha. Ezt megbeszélted velem is? Miért? Megkérdezem. Ja nem, de majd megbeszélem veled is. Jaj, de jó. De nem feltétlenül közösen, hanem hogyha... Próbáljunk már ki egy olyan játékot, hogy te főzed az ebédet holnap. Streameljem? Biztos, hogy azt akarod, hogy ő főzze meg én. Vol egyébként a múltkor figyelmetlen volt, és csak azért rontotta el. Ha odafigyel, akkor tud jól főzni. Egyszer csináltam olyan májat, ami nekem nem tetszett, de Marci szerint isteni volt. Az nagyon finom volt. De én nem tudom, én nekem nem tetszett. Olaszos máj. Finom volt. Csak bolond. Nagyon kitaláltam, hogy az hogy fog kinézni, nem úgy nézett ki, és én majdnem sírtam fölötte. Az így, de nem érdekelt. Azt kinézetre akartam neki megcsinálni. Nem a kinézet a lényeg, faszom. Na, elnézést. De nekem nem tetszett, és kész. De... Most majdnem mondtam csúnyát. Nem mondjál csúnyát. Jaj, be kellett újra állítanom, hogy a stream kinek szól. Ne, ja, mondjak nem. Csúnyát, vagy... Na, mondjál csúnyát. Ne mondjál csúnyát. Na jó. Mi, holnap te szeretnél streamelni? Nem, én szombaton fogok. Uh-huh. Nem, remélem, hogy fogja bírni a gép a izét. A területfoglalást. Ja, uh-huh. Na majd még ott úgyis a izégépeddel akarok a streambe állításokba mókolni, mert most még egyért egy jó ideig egyébként én többször visszahallgattam az összes streamet már, meg nem az egészet, de hogy így belehallgattam. Igen. És meg megnézegettem, és akkor így én így próbálom kiszűrni szépen lassan azokat a dolgokat, amik úgymond ilyen hiba faktor, hogy ne legyen. Például a hangok elméletek most már a billentyűzetnek nem kéne behallatszódni, ahogy csattok, ahogy nyomok. Behallatszok. De nem annyira. De sosem azzal volt a baj, hogy amikor miközben beszélsz, úgy hallatszódik, mert nyilván a hangod elnyomja. Hanem amikor van egy pár perc, amikor csöndben vagy, akkor brutálisan csattog a billentyűzetet. Aha. Olyan billentyűzetet ahogy, kell ahogy építeni. Ahogy neked is, Marcsi. Tudom. Olyan billentyűzetet kell építeni, amit Jani csinált Pistinek. Ja. Az brutál. Az nagyon tetszett. Igen, ez a... De hogy próbált, tehát hogy tettem már el, megpróbáltam ezre izélni, majd még ezen állítgatok, nézegettek, de azt muszáj be, tehát muszáj lesz. De az a vicces, hogyha nem is nyomod le teljesen a billentyűt, akkor is csattog. Persze, ezek ilyen izék, tehát ez nekünk ez hangos, ez a mechanikus billentyű, tehát én imádom egyébként, meg szeretem tényleg mindennél. Tehát...
Nagyon szeretem, ettől nagyon jobb élem. billentyűzetet még nem használtam szerintem. Én sem, Lehet, bár hogy van ugye, jobb. így van. Ugye ezt... Biztos csak. Úgyhogy majd én ezzel már foglalatoskodtam, most már raktam rá ugye ilyen mikrofonra különböző szűrőket, hogy ugye megpróbáljam ezt a fajta zajt kiszűrni, és akkor ezt majd még itt csattogtatom, hogy az ne legyen. Na! Akartok még valamit csinálni? Nem, ennyi. Úgyhogy ide parkolok mellé, tehát Ádám már eltűnt, és akkor egy nagyon közös sziasztok, és megyünk csukulni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Legközelebb folytatjuk innen majd, nem tudom majd mikor lesz. Lehet, hogy csinálunk menetrendet, ilyen heti menetrendeket, azt kiírkáljuk, de hétfőnként megbeszéljük, hogy ki mikor streamer, meg hogy, és akkor próbáljuk tartani, de majd erre majd sor kerül. Majd lesz valami. Majd lesz valami. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok! Köszönöm.